Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Na most mondd meg. Aha. Ugye, hogy Zsül, néz csak oda. Látod, milyen trükköket csinál ez a dolog? Ez direkt van, ez egy beépített új szolgáltatás. Hey, itt vagyunk. Meg kellett nyomkodni a dolgokat, de már szólunk. Én nem tudom, mi történt itt, mit mostak ki, de szellőztessünk, mert olyan mindent átitató mosószer szag van, hogy konkrétan könyvbe lábadt a szem, amikor bejöttem. Gyerekek, kivett valami nagyon rossz parfümöt? Őszintén, mi most lehet vallani. Nem, mi voltunk. Figyeljetek, gyerekek, hónapok óta ekézzük őket, hónapok óta elmondjuk, hogy kosz van, büdös van, nézze. Na most kapunk olyat. Kicsit pervol, kicsit biopon, kicsit öblítő, kicsit kokolino, kicsit ilyen borzalom. Ez a klasszik művirág illat, amit azt állítja róla a reklám, hogy egyébként tényleg friss, olyan ügyes, friss, mint a virágzó réteg illata, amikor kimész tavasszal, hát ez nem az a zsülék, már egy órával ezelőtt kinyitották az ablakot, és most gondold el, hogy ehhez képest ennyit változott. De mi volt? Szagoljon meg mindenki valamit. Nem akarok. Szagoljon meg mindenki valamit. Nem kell semmi ez oda menned, mert így is olyan az ájér, hogy... De várjál, nyomozzuk ki, hogy mi volt. Szagold meg a szőnyeget, Feri. Én megszagolom a Zsül pulcsit. Szőnyegpadló! Szőnyegpadló? Azt mondtam, hogy szagold meg. Azt, de belehalsz. Azt a mindenit neki. Gyerekek, mondjuk mi is sokat panaszkodtunk. Igen. Mondtuk, hogy itt néha azért nem olyanok a körülmények, amit azért úgy szeretnék, hogy legyenek. És igen, nincsenek nagy igényeink. Na annyit, most aztán megkaptuk. Csak mi annyit szeretünk volna, hogy sokszor kicsit, és nem egyszer sokat. Gyerekek, így most enni lett a szőnyegről. Ez olyan tiszta, hogy most ez aztán nagyon tiszta. Ráolvadt a szemüvegem, hogy közel hajoltam. Figyeld az SMS-t. Szép jó reggelt. Remélem tetszik a takarítás és az illat. Norbi, YKFT. Tehát valaki... Ne viccelj. Bejött ide hallgatóként és kitakarított? Ne, az már mindennek a vége. Megyek, Bali, jövök, Feri, hozom a kis gépemet. És ilyen 2-3-tól beszökött ide és kitakarított? Hát akkor nagyon szépen köszönjük, Norbi. Várj, vagy ugye ők vállalták el most ezt a... Na várj, ezt most kinyomozzuk is. Vagy ők vállalt, őket szeretjük? Igen, ők a hivatalosak, az is benne van a pakliban. Nagyon jó, Norbi. Csak nagyon, a címként csak biztos rajta vannak a higítási arányok. Te mondjuk, semmi baj, egy picit több vizet teszel, akkor itt most nem lesz migrénye. Mindenki meg 3 percem. Följük Norbit. Először is megköszönjük neki. Erre. Hát én kész vagyok. De az a baj, hogy engem így zavar a migrén irányába. Ez tényleg mennyire. Várj, följük Norbit. Először is megköszönjük neki. Ez nagyon drága, hogy kitakarított, csak mondjál, hogy mi volt ez, mert itt... Norbi Valás, hello, itt vagy, te vagy? Szia, igen, én vagyok. Norbi, te takarítottál nálunk itt a stúdióban? Nem mond a KFT-nek semmi, tényleg? Komolyan. De csodálatos. De rendes, hogy megkaptuk az SMS-edet, ezt te jöttél magadtól, vagy... Nem, nekünk van egy cégünk, ugye, én egy cégnél dolgozom, és felkértek, hogy segítsünk be ott egy kicsit. Ugye a ti cégetek nem a kevesebb, néha több KFT? Nem. Jaj, ez a mindig több KFT. És tetszik amúgy? Igen. A tiszta, tehát a látvány az igen. Az, mert nagyon szép tiszta egyébként mindent, egy gyönyörű szép a padlószőnyeg, meg egyáltalán az ablakok is nagyon szép tisztek, meg ilyesmi. Gyönyörű. Az anyag, amivel takarítotok, hogy ezt mikor tiltották be egyébként Hágában. Igen. Ez az anyag, mikor végeztek utoljára emberkísérletet. Mi nem, tényleg köszönjük, drágák vagyok, nagyon jó illat van. Itt most olyan, mint amikor tényleg a Viki nálunk tereget, és belépsz abba a szobából, ki van teregetve, és ez a nagyon, nagyon erős öblítő. Beszorult minden ablak. Bedogadtak a tokba. Egyedül voltál itt nálunk egyébként? Egyedül csináltad, vagy többet? Két kolléganővel. Nem huncutkodtatok a keverőn, ugye? Semmi nincs itt a pulton, amiről tudnom kéne, ugye? Semmiben nem nyúlhatok, ugye? Rúgtass meg, ami... Nem mondtad azt, hogy a Bali székében, mindig is ez volt az álmom. Jól van. És milyen sűrű jártok hozzánk, Norbi, egyébként? Most minden nap. Jézus Mária, jöttök megint? Elég lesz két napon. Mi lenne, ha hetente jönnétek? Most két naponta jöttök, tényleg?
Nem, minden nap. De nem csináltok ugyanezt minden nap végig, ugye? Tehát nem lesz minden nap ennyire kitakarítva. Hát figyelj, ennyire, ha nem is, de valamennyire. Nagyon jó. És akkor akosztálunk, hogy minden nap kell jönni, vagy ez erről szól a dolog, hogy most egy ideig minden nap jöttök? Én most minden nap jövök, körülbelül 2 hétig, míg a hölgyek be nem tanulnak. Aha. És el nem érnek egy színvonalat, amit én biztosítom. Értem. Tehát, hogy ti egy takarító cég vagytok, és akkor mi adtunk nektek egy megbízást, és ti jöttök hozzánk takarítani. Jó. Így van. Norbert, hogyha elfogadsz egy tanácsot, én ugye tudatos vásárlás híve vagyok is, hogy mosódió. Igen. Nyugodtan lehet kevesebbet. Hát lehet kevesebbet, spóroljatok, ki tudja, hogy mit kéne. Lehet, hogy most nagyon jól megy még a Kft-nek. Lehet, hogy nagy kerára most nagyon olcsón hozzá tudtok jutni ez az anyaghoz. Igen. Viszonylag kevesebbet használjatok szerintem. Jó, saját érdek. Most bizonyítottatok, holnaptól higítsátok egy kicsit. Elég. Egyébként drágák vagy, nagyon jó illat van. Itt masszív öblítő szag van, de hát a tisztaságnak ára van, nincs ezzel baj. Ha látsz egy bögrét, amin az a felirat van, hogy ez az enyém. Jó, azt különös gondossággal, nagyon forró vízzel, gőzborotvával megy rá. Kevesebb lúggal. Kicsi lúggal használj, és ne csinálj vele semmi pikásat, mert az az én bögrém. Jó? Rendben van. Norbikám, okay. Csokkoltatunk, jó munkát nektek. És nagyon köszönjük, Norbi. Köszönjük az elentek, persze. A ruháinkat. Igen, köszi, csáv. Mosni se. Gyerekek. Hagyom valaki egy panadot. Ciao, szia, Norbi. Egy kataflámot adjon valaki azonnal. De nem téphetsz most be ennyire, mert rád szükség van itt most 4 óráig. Tehát akkor vagy szellőztessünk, vagy hozzá egy oxigénmaszkot, vagy kérjünk, nem tudom mi, kégázt. Valamire szükség van, mert így nem tudok műsort csinálni, hogy rád nézek, és azt és látom, kész. Hogy üveges tekintettel nézel vissza rám. Tehát így nagyon nehéz lesz. Gyere velünk, Jani, jó? Jövök, igen, már jövök vissza. Szegény. És ráadásul tegnap este volt egy elég komoly migrénes rohamom. Nektek is? Nekem is, a kettős front miatt olyan fejfájással, lefeküdtem délután 1 órát, olyan fejfájással ébredtem, hogy nekimentem az agybokrépának, mert elnéztem a kiáratot a szobából. Az mennyire dupla látás. Dupla látásom volt, és elnéztem a kiáratot. És nem tudtam, melyik az igaz, és mint a cserebog. Ilyen migrénnel ébredtem, konkrétan. Jöttem haza egy kis mozgásból, a bal kezem elkezdett zsibbadni, aztán pedig az arcom beállt ilyen Joker arckifejezésbe. Így mosolyogtam, így jöttem, mondjuk ez erősebb, mint amilyen az enyhe stroke tünete. Azért már lehet vizsgáltak, nem? És úgy maradtam. És aztán én is bedobtam egy erősebb fejfájás csillapítót, meg ittem rá egy kis kálciumot, és akkor úgy rendben lett minden. Reggel még jöttem, és mondom, nem, de jól érzem magam. Jó, na, egész jó. Akkor még elkaptam időbe, és bejöttem az épületbe. És még arcba rúgott a művil alatt. Arcba rúgott, igen, a masszív kokkolino illat, igen. Nem tudom egyébként, hogy azért fáj az ember feje, mert bemondják reggel, hogy ma kettős fejfront fájás van, fejfájás. Nem, én ezt hallottam reggel, és ezt bevonzott. Itt mondta az én Ákos, nem biztos a fülekbe belement, te neked is, te is hallottad, csak nem tudatosult, de az Ákos mondta a kettős front hatást. Szerintem csak ezért. Kettős front. Jaj. Én ezt hallottam, de nekem lehet, hogy azért fáj, de nekem is olyan migrénem volt, aztán elmúlt, hál' Isten. Tehát így az ember ez gyorsan. Nem baj, most a fejfest elsöpört, ez az újabb. Ez, gyerekeken. Viszont tisztaság van. Az tehát van, most valódi tisztaságot mindjárt látunk. Szép. Sokszor panaszkodtunk, de azt gondolom, hogy ezt most oda pirítottak nem tudom, nekünk. Biztos úgy oktatják a szakiskolába, hogy a felperzselt föld és ég taktik. Ide napalm kellett már, gyerekek, olyan gossz volt, úgyhogy ennek mindenképpen örülünk. Na jó, van, mindenkivel minden rendben, minden oké. Okay. Velünk igen, de szerintem veled nincs minden rendben. Mi, úgy nézek ki? Nem, rosszul nézek ki? Csak hogyha tudni akarod, hogy nem hiányzik-e valami az életedből. Egy új elem a távirányítom, mert 3 napja nincs bezárva az autó. Oh. Uh-huh. Aha, jó. De nem az autó. Nem merem bezárni, mert félek, hogy nem tudom többet kinyitni. Ezért 3 napja nem zárom az autó. Kulcssal nem lehet zárni? Na, azt még nem találtam meg rajta. Ja, hogy neked nincs az a klasszikus kézérész. El kéne tolni valahova, nem tudom, valamit kéne csinálni. Tudok, egy nagyon jó ezermester volt, ott vannak brigliaik, halagyóink. Szóval egy új lapos elem nekem nagyon hiányozna. Egy kis elem kellene az autóban. Az engem nagyon boldogát, hogy valaki távirányítomat cserjen egy elemet. Nagyon jó. Boldoggá tenném. Biztos tudunk ilyet használni. Nem estéle túl tegnap közúti ellenőrzésen, vagy át. Nem estéle át, ezek szerint. Nem volt semmi. Nem, mert elmesélted volna. Ma reggel hanyagul, ugyanis, hát ezt szerintem köszönhető, ugyanis az összes olyan dolog, ami neked viszonylag fontos az autózáshoz, de mondom, személyigazolványjal együtt és mindennel egyetemben. De durva, hónapok óta nem láttam ezt.
Figyelj, ezek, ezt tudod hol azt a becsárját. Elmondom neked. Egy ideje már keresem. Norbi, az asztalod alól szedte ki. Innen és ide volt téve a keverőpultra. A személyigazolványod. Forgalmid. A személyigazolványod, lakcímkártyát használd. Egy csomó ideje nem találom, már nyaralás előtt eltűnt, és abban biztos, hogy előbb-utóbb felveszem biztos azt a nadrágomat, amiben benne van. Tök érdekes. Mi, hogy itt van? De örülök ennek, most nem kell újat csináltatni. Igen. És az a durva, hogy mindenem benne van. Igen. A lakcímkártyám. A jogosítványod, a jogosítványom, az első személyigazolványom 84-ből. De jó, ezt Norbi megtalálta? Ezt szerintem ő találta meg az asztal alatt, mert nem találtott mást is. Nálunk is takarított benne a szerkibe, a szobába? Nem, ez itt volt. Milyen jó, hogy nem tört ki tegnap egy újabb délszláv konfliktus, mert amikor vitték volna az autódat, akkor nem tudtad volna odaadni mellé a forgalmidat. Milyen jó lett volna egy gyerek, mert sajnos nem tudom odaadni a honvédcsiknek az autót, mert nincs meg. Milyen jó, hogy találtok egyébként egy régi képet a régi autódról, és berakták az újságba. Tényleg? Persze. Benne vagyunk az újságba? Persze. Igen? Uh-huh. És a tegnapi tapogatózó interjú. Én őt visszahívtam, állítom, nem ő volt. De ehhez képest meg is jelent még este. Ehhez képest megjelent egy cikk, igen. Na mindegy, majd megnézem. Melyik autót tették be? A régi. Az újat? Nem, ahogy hívják ott az új régit, az ezeseből vérzőt, amit egy másik kontinensen kellett eladnod, hogy nehogy utol érjenek. Sorscsapást. Ja, Istenem. Bali, nagyon szeretünk téged, egy kicsit körben nyalogattuk a poharadat, csak hogy érezzünk téged a takarító nők írtakhoz. Úristen! Jó, hát a bent jártak, igen, ott van nekem egy kanalam, egy villám, nem akarom tudni, hogy azok hol jártak. Igen, csak tényleg. Mondjátok, hogy melyik asztal volt. A biztonság kedvé. Csak mondom, hogy Jani asztalán van 4 szívószál is, úgyhogy nem merek bevekülni. A Ferinek meg ott a fogkeféje, remélem azzal is húcutkodtatok tényleg. És aztán nózimba szoktam dugni, nem máshova, remélem azzal nem történt semmi. Egyszer volt egy ilyen történet, ez nem tudom, hogy igaz-e, hogy elment egy pár valóban nyaralni, de ez ilyen, lehet egy ilyen városi legenda. És betörtek hozzájuk. Ismeritek ezt a sztorit? Igen, igen. De betörtek hozzájuk, és mindent fölforgattak, és hazament a pár, és rájöttek, hogy igazából semmi nem hiányzik. Megtálták az útlevelet, visszapakolták a ruhákat a szekrénybe, és utána még ott maradtak a nyaralás helyszín, és nyaraltak egy hetet. És amikor hazamentek, akkor előhívták a fényképeket. És azt látták, hogy két afroamerikai csávó a fenekükben a csajnak meg a pasinak a fogkeféjével csinálja a fotót. És utána te még ugye egy hétig ott maradtál. De ez igaz vagy nem, de hogy valószínűleg most elfogadt egyébként, és ez volt az átverés lényege, hogy ők úgy csináltak, betörtek volna, de közben csak malac helyekre dugták a fogkeféjét. Azt, hogy városi legenda, ezt ez a pár terjeszti. Azért, hogy ne legyen kellemetlen, mert valójában tényleg megtörtént az eset. Ha valamit nem akarsz látni, az egy nagy darab fekaseg a fogkefét, nem? De legyen fehér kínai, tök mindegy. Én egy kis darab fehérnek a segítségével szeretném látni a fogkefémnek. Azért ez így nem biztos, hogy jó. Ez nem biztos, hogy szerencsés. Na mindegy. Nem jött levelem a honvédségtől. Nem. De sajnálom, hogy nem vagy állományban. Nem vagyok állományban, viszont hívjuk a honvédséget, állítólag nyilatkoznak nekünk. Na és ők személyesen fogják elkérni a kocsidat. Na várjál, már vannak a hírek. Állítólag nem nyilatkoznak nekünk. Mi van, nem? Állítólag közleményt adtak ki. Már hogy? Nekünk? Mindenki. Állítólag mindenkinek kiadtak egy közleményt. De mi az, hogy mindenkinek? Fura lett volna egyébként, a nyilatkoznak. Állítólag kiadtak egy sajtóközleményt. Igen? A sajtónak? Egy közleményt. Jó. Aha. A rohadt életben. Nem mernek nyilatkozni? Na mindegy, akkor visszatérünk erre a honvédséges dologra, mert hogy ez tovább folytatódott, kiadtak egy közleményt. Uh-huh. Az jobb egyébként, mert hogyha nyilatkoznak, akkor valószínűleg a tiszteletkörök elvennék a műsor felét. Tisztelt, egybe ültek. De nem ilyenek már. Én felszólítom a magyar lakosságot, a szolgáltatásokat, az autójukat. Na hát szerettem volna pedig, ha tudunk velük beszélni. De miért félnek tőlünk? Nem félnek, valószínűleg nincs mondani valójuk a számunkra. Mert most mindenki nem van délen. Van egy hivatalos faxom, védik a határt. Igen, az egész honvédelmi minisztérium üres, csak be van kapcsolva egy fax, és jön át rajta valami. Na nézzük egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy kettős fronthatás, akkor viszik Bali autóját, írja valaki. Azt mondja, hogy Balázs, te menj pszichológushoz, mert placebo, Jani, tesz egy tengeri magnéziumot, Ferinek pedig megmagyarázható a kapuzárási pánik, vagy az alacsony vércukorszín mellékhatásaként a fejfájás. Aha. Tehát ezzel magyarázzák hallgatóink, hogy fájt a fejünk. Tengeri magnézium. Igen.
személy nélkül utaztál el? Kérdezi valaki sok felkiáltó jellel, el lehet egyébként. Igen, az útlevél, igen, az egy hasznos okmány egyébként, köszönöm az aggodást, de érdemes. Érdemes külföldre. Ilyen ez a külföld, ott megállja a hét az útlevél is, igen, de köszönjük szépen. Azt mondja, a vezető oldali... Már Schengenen túl van a hóta. A Schengenen túl, az biztos. A vezető oldali ajtó kilincsnél, ha leveszed a kis műanyag fedelet, alatta rejtve van a kulcsuk, pont erre az esetre. Ez van rejtve a kulcsuk, hogy mindenki tudja, hogy ott van a műanyag fedél alatt a kulcsuk. Ah, az jó, csak te, de nincs kulcs. Ez jó egyébként, amikor vesz egy autót, azt hiszed, hogy totális biztonságban, mert te sem tudod, hogy hol van egyébként. Erre csak le kell patintani. Igen, de mindenki tudja, az egész ország. Nem tudom egyébként, hogy ott vagy, hogy nem volt macerás még, az ott lepatint egy ilyen műanyag kis fedél van rajta, és ezt elvég, hogy elhúzod, vagy lepatintod, akkor alatta nyilván mechanikusan a kulcssal be tudsz menni a térbe. A belső térbe. Igen. De én inkább úgy döntöttem, hogy nem zárom be. Ezt a autót úgy sem akarja senki ellopni. Hát igen. Azt mondja, hogy... Na, Jani is gyógyszerre tolja a szexet, írja egy hallgató. Nem, gyógyszerre, mindenre. Mindenre toljuk a szexet, ebben a korban már muszáj. Hegedű Zsula utcában az autóriasztóban kicserélik az elemet. Erre van egy szakosodott cég. Nagyon kedvesek egyébként. Szerintem egy ilyen nagyon apró fejű csillagcsavarhúzó is elég hozzá. Mert hogyha bemész valamelyik elektronikai járóházba is veszel elemet, de egyébként én azt gondolom, hogy menjél nyugodtan a bazutcába, és picit drágább lesz. Most hozzá. Mondd meg nekem. De megcsinálják, de szeretik őt. Mondd meg nekem, Jankó. Hol találsz ezen? Hol az Istenben van ezen egy csillagcsavarhúzó hely? Mert ha berakod valahova, én már nekem van otthon csillagcsavarhúzó készletem, egy imbuszkulcs készletem. Én nem találtam meg ezen a sluszkulcson a csillagcsavarhúzónak a helyét, hogy hova tegyem be. Így azért nehéz. Mondjuk, de van rajta egy viszonylag széles rés, abba belefeszítek egy sima csavarhúzót, és szétnyitom neked. Nem, tényleg kellene. Ugye? Elvenni. Ugye? Mondom én, hogy nem olyan egyszerű. Ezt látod? Ennyire profin eldugták. Na. Feszegessed csak nyugodtan. Biztos lehet ezt még kapni. Egy, de meg nem nyílik. Már! Ilyen kész! Ugye, hogy nem olyan egyszerű? Mondtam én. Na jó van. Kell, hogyha fogod a ízét magát a kulcsrészt, igen? És a műanyagot így lefelé próbálod törni. Aha. Kicsit hajtani, akkor ugrik szét. Nem hinnék el mindent, amit mond így elsőre. Nem tudom, hogy ezt nem biztos, hogy benyalnám, mert nem hangzik túl jól. Ráadásul pont azért nem az én sluckulcsom van a kezedben. Kérek a TMK-soktól valami hidegvágó eszköz. Na, ugye, hogy azért nem olyan egyszerű, hogy berakod a csillagcsavarhúzót? Na? Tolod itt az észt, okosan itt osztod az észt, nekem azt te se találod, mi? Rohadjak meg, következő megszólások szépen. Te jó, mondani, hogy nem olyan egyszerű, hogy egy rohadványos távirányítóba elemet cserélni, mert nem tudom, hol a behatolási lyuk. Pedig azért ahhoz van értelme. Ugye, évesen már hány ilyet megtaláltam, és basszus, nincs meg. Mutatjuk, mi történt velünk tegnap. A honvédségről beszélgettünk, hogy el akarják menni az autónkat, de mi nem adjuk oda. Magyar embernek nem veheted az autóját. A tiédet, a miénket odaadnánk, de miénk nem, nem kell. Igen. Na, úgyhogy erről beszélgetünk, ezt most megmutatjuk. Közben lehet jelentkezni játékra, a mindent eldöntő utolsó sorsdöntő játékra, csak az jelentkezzen, aki bírja idegekkel, mert hogy 2-2. Oh. Jó? Ja, gyengék, idősek gyerekek kimélnek. Illetve ez csak a libiduma, inkább ők telefonáljanak leginkább, hogy tudjunk nyerni. Mutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk a hírek után. Nem jutok dűlőre egyelőre. Nagyon jó. Egy körömolló, egy kés és egy távirányító van a kezemben, nem sikerül. Az orosz módszer. Ez az orosz módszer. Az orosz módszer. Mondták nagyon sokan, illetve írták is, hogy menjünk fel a videó megosztó portálra, és akkor nézzük meg, mert ott vannak tippek. Én találtam egy rögtön természetesen, melyiket szúrtam ki, az egyik Cyril betűs feliratot. Kalapácsos. Rámentem, elindítottam, figyelj, neki esik egy akkora csavarhúzóval, amivel egyébként az autót is szét lehetne bontani, nemhogy a távirányítót, és oldalról addig feszegeti, amíg szét nem pattan. De az ezt a típusú távirányítót? Igen. Igen. Most én rámentem késsel, de egyelőre nem adja meg magát. Nem vagy olyan bátor és elszállt, mint amilyen ő. Tehát, hogy úgy tolja, mint a nagy honvédő háborút vívná. Tehát, hogy azt mondjuk egyébként, hogy a ruszkikkal kapcsolatosak ezek a viccek, ezek ilyen sztereotípiák, és igen, és hogy és a kevés ész, de annál nagyobb hatékonyság. De ez a videó, ez pont erről szó. Újra kell programozni a távirányítót, ha elemet cserélek benne? Azt mondják, hogy utána, igen. Tehát, igen? Hogy most szétszedjük, és cserélünk benne elemet. Csak mondom, hogy nincsen tartalékelemünk, és nem tudjuk újra programozni. De szerintem csináljuk meg. Na jó, de az nem jön, nincs bezárva az autó. Nem hát szerencsés életeizet. De most már itt kibírja, és utána 10 után elmész a szakszervizbe. Csak megcsinálják. Vagy szakszervizbe jelemcserél, hát az tök ciki. Az olyan, a te életedben szerintem tökre nem. De nem, hát nem vagy te egy nő hallja, mint a zörög a kocsiába valami hátul, azt kívül, hogy ott maradt egy vasaló, nem? Tehát ugye ez nagyjából jött be egy szakszervizbe egy elemcseért. Hát figyelj, akkor ne! Az olyan béna. Figyelj, ipari szikszalagat.
tekerjük körbe az autót. Az megfogja egy kicsit az ajtók. Na jó, kitalálunk valamit. A hét utolsó játékosa jön most. Már érkezik is, ugyanis 2-2 van, úgyhogy nagy csatára lehet számítani, bármelyik kötök is játszik. Remélem a humorérzéke hallgatónak, és veletek játszik, és az egész hetet átpihentem akkor. Ugye? Mert én nem játszottam még a héten. Na azért kéne, tedd föl a pontot. Föltegyük? Na meglátjuk, itt választ a játékos, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Ricsi vagyok. Ricsi a hegyről. Hello, Ricsi, honnan hívtál minket? Most Gödöllőn vagyok. Gödöllőn, mit csinálsz arrafelé? Raktáros vagyok. Ó, raktáros. Milyen raktár ez? Autós. Autós alkatrész. Autós alkatrész. Kulcsotok van? Elem? Nincs. Nincsen? Nincsen. Nem? De tudok szerezni, hogy csak el. Nem, veszek én elemet, csak valaki cserélje ki bennet. Két-három hét alatt szerzek én egy, nem tudom, 23-21-es lapos elemet, nem tudom, milyenek a száma. Megoldjuk. Jól van, kitaláljuk. Kivel szeretné játszani, Ricsi? Veled. Gyönyörű. Igen? Nagyon jó válasz. Igen. Balázs, veled. Volt ebben valami kis huncutsága, hogy kimondtad, hogy velem? Ez egy régi ábránt, hogy játszadozzál egy kicsit velem? Régi álom ez volt? Vagy pici huncutság volt ebben? Nem játszottál ezen a héten, és úgy gondoltam, hogy mi vagy 2-2, ezért meg foglak verni. Nagyon helyes, hát ezt így kell csinálni. Jó, a 2-2 van tényleg, úgyhogy ha elviszed nyered a játékot, akkor megnyeritek az egész hetet is. Meg fogjuk nyerni, megnyerem a nyereményeket, játékot és mindent. Ez csak így lehet neki menni egy játéknak. Jól van. Na, esünk akkor egymásnak. Felkészültél? Felkészültem. Jani? 3-2-1, fire! Itt vagyok. Itt vagy? Én is itt vagyok. Na. Felkészültél? Abszolút fel vagyok készülve a hét első játékára. Te is? Én is. Ez neked is az első, ugye? Első, persze. Na, mesélj egy kicsit magadról. Milyen színű a szemed? Két gyermekem van. Két gyerek? Kettő. Hogy hívják őket? Fiú és egy lány, Corina és Cornél. Hány évesek? 3, illetve 8 hónapos. 8 hónapos? 8 hónapos, igen. Ott a vége! Nem érzik egy A gyerekvonal, ugye? Sose értettem, de fura tényleg. Csomóan érzékenyülnek, hogyha a gyerekükről van. Pedig imádkoztam, ez volt az első telefonálásom, mondom, beszeretnék jutni, és bejutottam, és nem hiszem el. Ugye? Hallgasz ezt meg, mi szól nekem? Figyelj! Ez az! Hoppá! Ez nekem szólt, nem? Igen, hát részben neked, igen. Részben neked, de inkább nekünk. Na, elcsendesedtél, Ricsi, elcsendesedtél egy picit. Egy nagyon picit, igen. Erőt vett rajtad a szerénység. Nagyobb volt a lendület a játék elején, Ricsi, eltűnt a rendület, igen. Túlságosan. Hát. De nagyon örültem különben, tehát, hogy hallottam a hangotokat, meg hogy tudtam játszani is. Nincs ennél szebb, mikor az ember így győz, hogy jön egy nagyon magabiztos játékos, és aztán bedurrantja a tiltott szót. Legközelebb, Ricsi, jó? Jó, rendben. Jó. Köszönöm szépen, sziasztok, ha lesz, napot. Persze, mert hát ki tudja, hát se ilyen, ugye? Szevasz, Ricsi, ciao. Köszi, hello. Gyerekek, én mondtam, hogy tinglitanglisztok itt a héten, meg voltok, meg szórakozgatok, nem tudom, érkezem, bukdácsoltok itt, este keltek. Köszönjük, kezdő, hogy megjöttél, tényleg az a két pont, amit mi eddig összeszedtünk, megjöttem, megjöttem és rendeztem a sorokat. Ennyi gyerekek, lehet itt esni, kelni, meg jópapáskodni, vicceskedni. Megérkeztem, és... És meg is vagyunk. Ennyi, és meg vagyunk. Nincs baj, nincs harag. Beúsztuk. Köszönjük, hogy hazajöttél. Jó, nem, hát csak az erőviszonyok miatt, hogy itt vagyok. Nyugi, megérkeztem. Jó? Nem, jobb is egy picit olyan, mintha kikötött volna a hajó. Keddig így hánykolottunk így a tengeren, minden nélkül horgonyunk már rég leszakadt, vitorláink nem voltak, kormányosunk sehol, és most így beértünk így a dogba. A matrózok már mind skorbutosak, de egyszer csak valaki fölkezdett, a révkapitány. Ott a kapitány. Föld. Ennyi, gyerekek. 3-2. Nem baj, ne keseredjetek el, mondom ezt a hallgatóknak, jövő héten újra próbálkozhattok. De hát minek is. 5 perc pontosan, 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Masszív öblítő illatban úszik a stúdió. Tegnap takarítottak nálunk végre.
Egyébként tényleg jó tett, azt hiszem, hogy újra van takarítás, gyerekek. De hogy most átestünk a ló másik oldalára, ugye reggel már beszélgettünk azzal a sráccal, aki kitakarított itt nekünk, és ezentúl ők jönnek minden nap. Gyönyörű tisztaság van, tényleg enni lett a szőnyegről, de olyan masszív öblítő szakban vagyunk, hogy Ferinek a könnye folyik, Janinek kiújult a szürke hájúja. Nagyon-nagyon súlyos. Ha norvégit takarítottak, biztos volt egy ilyen beszélgetés, hogy milliliter vagy liter? Igen. Te hozzá vizet hígítottad? Jaj, nem, azt elfelejtettem, igen. Szóval, hogy jó illat van. Azt az illatot, amikor valamilyen ruhászekrénybe beszagoltok, vagy mit tudom, a boltba letekerítek az öblítőt, és beleszagoltok, hogy melyiket akarjátok megvenni, annak a 10000-szerese van most itt jelen pillanatban. Sűk ködben ülünk, alig látjuk egymást. És valami eszencia. Valami brutális. Nem tudom, hogy pézsmapockot áldoztak fel, és öltek meg három vadászgörényt, hogy ilyen illat legyen. De elképesztő. Tehát tisztaságnak tisztaság. Biztos. Gyönyörű illat. Hétfőre már alkalmas lesz a helyiség, ahol megjelenjünk benne. Elcsuklik a hangunk, még félrebeszélünk. Igen, az, az azért van, mert úgy egy nagyobbat sohajtottunk. Próbálunk szellőztetni. Egyelőre most ez a hőmérsékleten változtatott csak. Tehát igen. Most mínusz 8-ra esett be a stúdió hőmérséklet. És ne lepődje meg senkit, ez ül egy 102 előtt, most van egy ilyen alkalmi gyalog átkelő hely, ott távoznak az épületből a csótányok. Mindenki menekül. Nem, most mindenki menekül. Nagyon kemény. De hát a tisztaságnak ára van, szokták mondani. Igen. Ez most ez így. Most az az ára, most sokat fizettünk. Megfizetjük, igen. Na, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink konkrétan. Az a durva, nem tudom, hogy észrevettétek, hogyha próbálsz nem az orrodon menni, de vagy, hanem a szádon, akkor az aroma megmarja a torkodat. Én nem merek már sehol. És kipróbáltam azt, hogy vegyünk a szánkon levegőt, és amikor eszel valami olyat, amire kicsit allergiás vagy, a szájpadlásodat hátul kicsit megmarja az aroma. De hát annyira sűrű ez itt most. És annyira tele van az orrunk, hogy bármit. Én az előbb betoltam egy kis kefirt, a kefirnek is ilyen viola illata volt. Nem is tudtam, hogy véteket hallgatsz. És mit szólt ez a módszer? Ez a módszer. Szeretem keverni egymással tejtenőkeket és egy gyümölcsöt. Kefir és szamóta. Na, hol tartottam? Trafi Csorna belterületén. Gábor küldte nekünk. 10-es főút sütőn, kilométer óra hitelesítés, Tamás írta nekünk. Monostor Apátiban a posta előtt van egy trafi. A Tapolca felől érkezőket mérik, mindenki vigyázzon. M35, 34, 35-ös kilométerek között Budapest felé most állt ki a rendőrautó. Tamás küldte nekünk. Aztán az M3-as autópálya 217-es kilométerénél Pest felé egy közepes testű német juhász kutya kóborul. Hívjuk fel az illetékesek figyelmét, hogy intézkedjenek. Csepp fiú küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bali, hagyd a távirányítót, vegyél egy új autót, sokkal egyszerűbb. Hát már késsel bontottuk, kanállal bontottuk, a Jani már különböző videókat letöltött, egyelőre nem sikerül megugrani ezt az elemcserét. Ráadásul álltak fel kell újra programozni a távirányítót, tehát lehet, hogy átérünk a mechanikus autózárásra. Ha azt meg tudjuk oldani, hogy elemcserélünk, a programozás már nem lehet ilyen. Tehát szerintem akkor azon simán túllendülünk. De az, amelyik meg leszünk, igen. Figyeljetek, egy csomó olyan videó van fönt, ahol már van egy póttok. És mivel van egy póttok, ezért a régi kulcsot szanaszéjjel cseszik, csavarhúzóval, fogóval, vésővel, kalapáccsal, mindennel, és utána pedig ezt a kis lemezt így szépen, hogy hívják, a mindenféle ilyen kis elektronikai kütyükkel együtt, úgy, ahogy van, átemelik az új házba. De ahhoz a régit szét kell cseszni. Nekünk viszont nincsen új házunk, csak jelzem. Nincs. Nincsen. Az egyik elemet nincs. Egyébként Lacival kint a kis szerkesztői szobákban sikerült eltállítanunk félig az egyiket, aztán mondtam neki, hogy inkább pattintsuk vissza. Ebből megkészítettek félig az elemet? Igen, félig nem, az egyik, már úgy az elemet, hogy az egyik alkotó elemet. Ja, az egyik alkotó elemet azt már lepatintottatok. Igen, azt félig sikerült kifeszegetnünk, aztán mondtam neki, hogy inkább pattintsuk vissza. De lehajtok, hogy ezt kiveszed, és te ezt megengeded? Mondtam neki, hogy nyugodtan cseréld ki, csak a felprogramozást. Félek. Nem tudok kimondani rendesen a programozítót. A felprogramozás. Van a számban, erre olyan a programozás. Jó napot kívánok, a felprogramozás miatt jöttem. Az a durva, hogy minden B betűnél, minden P betűnél egy nagy buborék jön ki a számban. Olyan magas koncentrátumban van itt még az öblítő stúdió. Tudta buborékot fújni. Szállnak buborékok. Tehát nem merek nagyon durván artikulált P és B betűket mondani, mert mondom, hogy habzik a szám. De se jön az idő, mikor az orroddal is tudod fújni. Fogod az egyik karikát, és kicsit megfújt a másik, és fújsz egy rohadt nagy karikát. Jézusom. Szerintem versenyünk, hogy kinek a karikája száll föl. Mint ez a szegény riporternő, az megvan, nem? Láttátok fent a neten, aki annyira profi volt, hogy nem akarta megakasztani a hírfolyamat azzal, hogy megtörli az orrát, és hagyta, hogy elcsöppenjen. Ne.
Atya úr, de az a durva, hogy egyébként egy tök csinos nőről van szó. Mi történt? Hát éppen benn volt ugye a hírműsorban, és akkor szépen nem tudom. Amerikai hírműsor? Igen, osztotta meg ugye a kedves nézőkkel a különféle információkat, és egyszer csak megjelent egy pici kis cseppecskét az óra végén. Aztán a cseppecske nőt, csak nőt, csak nőt, mint egy népmesébe. És aztán konkrétan egy ilyen mesztelen csiga kimászott az orrából. És ilyen videót nem küldesz át nekem. Tudod, hogy ez nekem csemege. Már nem a szólekszem. Nem, mondom, ez nem lehet, basszus, nem lehet. És tényleg egyébként egy csinos nőről van szó, aki most élete végéig valószínűleg az lesz, hogy meglátják majd a kollega. Már bocsánat, ez lesz a neve. Figyelj, nagyon durva. És valószínűleg észrevette, csak nem tett oda a zsebkendőt. Nem lehet, hogy nem vette észre. Ha megnézem a videót, megmondom, hogy észrevette. Figyelj, nem lehet, hogy nem vette észre. Mit csinálsz, érted? Élő adásban vagy. Azt mondom, látszik, hogy picit megállsz, elbizonytalanod, megmozdul a kezed, próbálsz oda nyúlni, azt én megmondom, hogy észrevette vagy nem. A full profi, igen? De ő szerintem észrevette, de annyira profi volt, vagy úgy gondolta, hogy ez a profizmusnak a csimboraszója. Érted? Ha most a másik oldalában, csak mondom, hogy körülbelül akkora méretekre gondoljatok, hogy ha a másik oldalában is megjelent volna, szerintem lehetett volna végére rakni egy hintát. Nagyon kemény. Előadás, amit csinálsz? Előveszel egy zsebkendőt. És nincs nála. Elnézést kérsz, tessék? Nincs nála. Még fura, hogy nem volt ott egy sminkes, hogy valaki, aki ezt beadja neked. Egyébként az is érdekes, hogy megjelenik valaki. Egy kis zsebkendőt. Kicsit lepufrizik, vagy nem rohan be valaki egy fiszkár szólóval. Ez milyen megnyúlt volna egy kéz egy ollóval, próbálja elvágni. Igen, vagy mit mondasz? És most egy bejátszó következik? Nem, tudod, azt nem, arra nem állnak rá, akkor azt nem tudod hirtelen indítani. Bár van egy részmegoldás. Fölállsz, kijössz? Azt mondom, és most lefutsz a pult alá. És ott ül bent a rendezőt, egy hülye gyerek már, egy külpolitikai jogot kéne elindítani. Nem, és leért a földig? Nem. Ami, hol lett vége? Elindult a hír, hogy hol lett vége? Az óra, a nozia és a pult felénél körülbelül. Tehát annak a távolságnak körülbelül a felé tudta. Tudod, hogy mindig van egy visszaút, amíg még vissza tud menni. Tehát te tudsz vele játszani, hogy vagy visszamegy, vagy ugye leér a pulthoz. És van egy pont, amit ha átlépsz, már nincs visszaút, de van egy pont, ahol még ugye még visszatudod cipni. Pantani. Meg tudod ezt csinálni, hogy egy kicsit ilyen húszárosan így hopp, egy hátra leköd. Csinálsz egy fél mozdulatot a fejeddel. Agyókára vetted. Limikókázol. Nagyon erős a cucc. De mi lett a vége? És én a hírre lennék egyébként kíváncsi. Hol van a hírnek, volt-e akkora súlya? Igen. A hírnek volt-e akkora súlya? Vagy pedig tényleg csak az, hogy újabb panda született, nem tudom mi a pekingi, vagy... Újabb panda született az orromban. És az a hírszerkesztő, vagy műsorvezető? Mi a kereső szó? Fél keresem, megkeresem. Jégcsap? Csiga az amerikai CNBC stúdiójában. Hát igen, emberek vagyunk, hát ők is emberek, hát azért ez mindenkivel megtörténhet, nem? Hát azt gondoljuk, hogy ott ilyen láb nélküli droidok ülnek csak felsőtesttel, akik nem tüsszentenek, nem hapciznak, nem akaróznak, nem viszketnek. Tehát ez kellene, ember. Hogy legyen valamilyen, mit tudom én, egy ilyen vészjelző vagy ilyesmi a pultba beépítve, tudod? De mondd inkább a videó címét. Értem, mit akarsz mondani, hogy mondd meg a címért. Például én még az Antoniától ilyet nem láttam. Én viszont azt előttől már többször. Csak mindig az étteremben. Hagyod a Kozmát a kis pendeje. Ahogy elindult. És a rókázós műsorvezető megvan? Azt nem dobta ki? Nem. Volt milyen videókat néztek? Mi a fene történik? Azt hiszem ő is híreket mond. Mi a fene történik a hírműsorok világában? Híreket mond, kihajol oldalra. Tényleg? És folytatja. És elmondja? Igen, és mondja tovább. Érdekes pedig, az ember tudatalatéval úgy működik, hogy a műsorban vagy, akkor ezek úgy mind ezek a fajta ilyen, nem is tudom, önműködő reflexek valahogy elhalnak. Tehát soha nem viszked semmit, soha nem kell tüsszentened nagyon, tehát valahogy az élőadás az ad egy ilyen fajta adrenalint, hogy ez nem jön rád az, hogy most neked viszked az orrod, vagy köhögnöd kell. Nyilván megtörténhet, meg megtörténik, de hogy ritkán. Ritkán. Most nem mondod meg, most link így vagy? Most odaadta az egész laptopját. Jaj, de el kell indítani. Na, tehát látunk egy igaz, hogy egyébként csinos. Egy nagyon csinos nőt, akit egyébként szerintem kikapcsoltak egy külső stúdióba, tehát ő nem Blue Boxban ül, hanem... És hát igen. Na, most várjál, a videó... Nem, ezt szerintem, de nem. Ez kamu, ez a videó. Ez kamu. Elmondom, miért kamu. Mert abban a pillanatban, hogy megjelenik a nőnek az órán egy pici, az operatőr még rájzumol egy kicsit. De mennyire életszerű. Egy kollégán is viszont. Mennyire életszerű az, hogy a nő éppen bejelentkezik, haladom kéne a szöveget, hogy mit mond, csak ugye... Lehet, hogy jobban nem hallj. És...
Nem, ez kamu ez a videó. Ez biztos, hogy kamu. Én azt gondolom, hogy abból, ahogy Balázs beszél, illetve abból, hogy egy picit visszafogottan válik, és érzitek, hogy mosolyog beszél, éreztetek, hogy azért ebben elég drámai dolgok történnek ebben a videóban. Meglehetősen drámai dolgok történnek, de nem jelenik így meg nagyon hirtelen előtt sem. De csak nem bebábozódott valami az orrodban, ami akkor akar kikelni. Figyelj, külső stúdió. Lehet, külső hogy ez valami virágpornak a hatása, vagy én nem tudom, valami volt a leveg. Ja, persze, egy megfázás. Szedni kéne némi antihisztamin, mert a néni kicsit allergiás, persze. Jó, abból gondolom, hogy kamu, mert ráközelít. Tehát rá, az opció abban a pillanatban rá ad egy közelít, hogy megjelenik ott valami. Na most azért az nem túl kollegiális. Nem, szerintem ez egy igazi hírműsor. Ki van ide, hogy oldal is ír, vagy Breaking Chews. Na, kíváncsi vagy a másikra? Tessék, mutatom neked. Ez egy telefonos játék, ugye, a televízióban. Na, ez igazinak tűnik, igen. Egy függöny előtt. Itt van a hölgy. Lamasot, figyelj. Igen. Ó, szegénykém, ő rosszul lesz. Ő nagyon. Aha, ő rosszul de lesz. Visszajön, tehát kicsit kiment. Van benne lendület. Visszajön, tehát kijött, aminek ki kell jönni, ő kiment, visszajön és folytatja mindjárt a műsort. Igen, igen. Ő egy betelefonálós, egy logikai játékot vezet, igen. Állítólag ő terhes volt, azért történt ez a dolog. Igen, igen. Nem mintha kellene őt mentegetni, hát ez bárkivel bemerülhet, igen. Egy kedves hallgatónk írja, hogy a riporter hölgy nem fújta ki a szakma órát. nagyon nagy duma. Tehát beszélni kéne, vagy szerintem fel kéne hívni valamelyik ilyen ismertebb híradósunkat, megkérdezni, hogy náluk mi volt a legváratlanabb helyzet. Mondjuk ilyenekről tudok nyilván, hogy elszállt fönt egy lámpa, vagy ilyesmi, és ráadásul olyan hírt olvastak be közben, ami arról szólt, hogy merényletek itt ottam ott, és díjra elszállt egy. Nekem volt ilyen a való világban, történt egyszer egy ilyen, amikor annyira rögtem, hogy nem tudtam felkonferálni a következő anyagot, az Jersey és Gigi Randiánál történt. És arról Jersey és Gigi randevúja. És azt láttuk az anyagban, hogy mi történik Jerseyvel és Gigivel, amikor Jersey, a nitites pátsó királya elviszi Gigit egy randira. És arról kezdtünk a bejátszó alatt beszélgetni az akkori szerkesztővel, hogy gondold el, hogy te vagy Gigi anyukája. És otthon ülsz, és nézed, hogy mi történt a lányoddal a vévőben, és azt látod, hogy Jersey viszi el a lányodat egy brutális ne, hotelba ne. Éppen, hogy elkapja. És te ugye ott ülsz szülőként, megbögdösöd az apád. Apácska, nézd oda, viszi. Hát Jersey viszi a lányunkat. Jersey elviszi a lányunkat. Csak már most jönnek. Milyen szép pár. És azt látod a tévében, mert ugye hát ott a szülők is ugye a tévéből értesültek arról, hogy mi történik szeretett kis lánykájukkal, ugye bent a vévőn, és azt látod, hogy Jersey, aki hát azért úgy Jersey volt, ugye nem volt annyira okos, de Jerseyt azért szerettük, elviszi a lányodat hágni egy budapesti luxus hotelben, mert ugye ők kértek egy külön randit, és azt mi nem a villában adtuk meg nekik, hanem kaptak egy jacuzzi is, ilyen elnöki lakosztályos valamilyen hotelben, egy brutális ajót. És eljátszottuk azt, amikor az anyja otthon, tudod, eszi a patogatott kukoricát, vagy süti a rántottát apácskára, és tudod, hogy itt már a lányodat... Apus, gyere ide. És tudod, hogy te már a múltat nézed, mert amit te aznap este látsz, az történt. Már az előző nap történt. És csak annyit tudsz mondani, hogy apus, gyere ide, apus, gyere ide, apus, hívd az RTL-t, ezt nem engedhetjük meg. És látod, hogy egy Jersey kinézetű izomember viszi a lányodat. Véget ért a bejátszó, de mi ezt ugye tovább fűztünk, és hát kellett volna konfolni. Nekem benyomva maradt a fülesem, ahol hallottam, hogy még ők visítva röhögnek, és a következő pillanatban elszabadult a pokol. És ugye ebből az lehet, hogy ugye próbálod elmondani a konfot, egyre jobban röhögsz, azt látod, hogy szembe már mindenki a térdét csapkodja, illetve a fülednél próbálnak rátszólni, hogy mondd, hogy mi jön, de ők is nagyon röhögnek. És azt mondta, hogy lejöttem, csapkodtam a pultot, és nem tudtam elmondani. Szörnyű érzés, egyébként meg dolgozol azon, hogy elmond. És akkor beadtak valami bejátszót, vagy mi volt? A végén valahogy egy mondatban el tudtam mondani, hogy mi jön. Fél percig ez látszott, hogy nagyon jó. És ez a történet végéhez hozzátartozik, hogy ott volt a magáról a befejezésről is, tudod, egy lényegről is egy videó, hogyha azt a papa meg a mama megnézte. Tehát, szóval gondold el a szülőket. Hogy csak mondom egyébként, hogy ugye ott nem látszott igazából semmi, mert takaróval le voltak takarva, de ezt pont valamikor a héten idéztem föl, hogy hát Jerseyhez képest egy kolibri, tehát az ő tempójához képest egy ilyen haldokló lajhár. Tehát, hogy neki, tehát, hogy olyan elánnal, olyan tempóval csinálta, amit csinált. Gondolod, hogy én, szülőként, amikor ezt végignézed. Minden mai napig időnként így felriadok rá. Ott van Jersey.
Igen. Yeah. Ezt gondold el, amikor ezt te szülőként végignézed, hogy ez történik a saját lányoddal. Hát ez apácska, gyere be, nagyobb vagy. Földöztem, kislány. Kislány, bement ebbe a való világba. Papa, gyere be, nézd már meg, hát ez nem olyan molyolos típus, ez a Györzi, mint amilyen te volt. Ez a Györzi, ne, ez a Györzi, ez nem maszatol. Hát rengeteg ilyen tévés baki van egyébként, meg fotós baki. Én sose felejtem el azt a fotót a Sóbert családról, amikor ugye Norbi úgy fotóztatta. Korán. Hát, ebben semmi nincs. Nem, Norbi, csak lavírozzuk. Norbi úgy fotóztatta magát le a családdal, hogy ott ült. Emlékeztek erre a fotóra? Igen, hát a Story magazin, Best magazin, Hot magazin. Írjáltam őket, egy csodálatos családi kép. Csodálatos családi kép. Norbi rövidgatyában volt. És nem tudta Norbi, hogy picit a here az, hogy bevillan. Ugye az orvosságos tasa. Megjelent valamelyik heti lap, napilapban, ahogy Norbi ugye ott mosolyog Rékával, nagyon cuki módon, család, gyerekek, kutya, leguám. Mindenki látszott, aki fontos. És ott volt a kép, ahogy ugye, hát Norbinak egy picit altesten azért az ott úgy bevillant egy balhere. De nagyon szerettem azt a képet egyébként. De azzal az a bajom, hogy az nyomtatásban jelent meg, tehát az legalább 10 emberen átment, érted? Mert amiről most beszélünk, az az élő adás varázs, hogy elindul a izé, oké. Na de azt lefényképezte valaki. Norbiék rábólintottak, átment a kép szerkesztőn, elment a nyomdába. Elhiszed, hogy ha 15-en ment volna, akkor is bekerült volna. Igen. Akkor is bekerült volna az újságba. Hát ez van. Hát igen. Igen. Ki hagyta volna, melyik újság hagyta volna ki ezt? Mert utána persze aztán mindenki magyarázkodott, Norbi is magyarázkodott, hogy a képen nem az látszik. Na, innentől tudtad, hogy az látszik. Hát arra már mit tudsz mondani, igen. Na, valami egészen másról akarunk egyébként beszélni. Talán ti is követitek az amerikai elnök választást, ami egy baromi izgalmas dolog, és közben az ember rengeteg minden nem ért. Mert hogy ugye hát a Clinton oldaláról ez komolynak tűnik, de itt van ami Trumpunk, akiről tényleg mindenki azt nyilatkozza, hogy egy csaló, reménytelen alak, hamis embereket vert át, és mégis elképzelhető, hogy egy ilyen alak az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyen. Ez már önmagában szerintem megdöbbentő, hogy esélye lehet arra egy milliárdos ingatlan fejlesztőnek, hogy ő egyszer csak gondol egyet, és a rendszer miatt ő pályázhasson arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyen. És egy klasszikus bulvárhősről van, ugye szó, akinek hosszú éveken keresztül mindenféle ügyei voltak, állandóan lehetett olvasni mindenféle bulvár újságokban, a nőügyeiről, az üzletügyeiről, azokról az aranyköpésekről, amiket megengedett magának, amik miatt egy fél ország háborodott fel, a másik pedig felállva tapsolt, de hát akik felállva tapsoltak, azok leginkább a rednekek voltak Texasban. Igen. Kiderült, hogy ő elindított egy egyetemet, amit saját magáról nevezett el, beszedte a tandíjakat, az intézménynek nem volt érvényes akkreditációja. Ő az amerikai Berlusconi. Tehát egy elmebeteg az, aki most tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok elnöke lehet. És ugye a kérdés, hogy jut el valaki ideig egyetem, milyen a rendszer, hogy ott ezt valaki kitalálja magáról, háttérbe szorít mindenkit, megvan hozzá nyilván a támogatottsága és az anyagi feltétele, és egyszer csak ott áll Amerika egy olyan november küszöbén, hogy lehet, hogy minden idők legbutább, legostobább amerikai elnöke legyen. Nem lesz egyszerű mondjuk megfejelni. Igen. Jó, hát de igen, legalább volt valamiféle politikai affinitás a családból. Én ettől függetlenül, tehát hogy egyfelől várod, egyfelől meg nem, tehát egyfelől szurkolsz neki, mert én nagyon szeretnék látni megint olyan fotókat, hogy mondjuk egy hadgyakorlat során valaki fordítva, egy amerikai elnök fordítva fogja a távcsövet, érted, és a vastagabb lencsét szorítja ugye a személyhez, mint ami egyébként megtörtént ifjabb George Bush-sal, hogy fordítva fogta a távcsövet, és csodálkozott, hogy milyen messze vannak azok az anyahajók. Tehát, hogy ilyesmit is lehet tőle várni. Ugyanakkor meg azért félsz tőle, hogy basszus, mi lesz abból, hogyha ez az ember kerül, aki egyébként masszívan idegengyűlölő, ha lehet ezt mondani. Ő például nem szeretne egyetlen bevándorlót is befogadni mondjuk az országnak a területére. Ami azért az Amerikai Egyesült Államok esetében nem nehéz. Igen, furcsa. Elég sokan élnek ott azért ugye különböző országokban. Így van. Hát a sikertitka azt szerintem a pénzügyi élete lehet, mert belegondolsz, akkor ugye ő nagyon komoly ingatlanfejlesztőként nagyon nagy lóvét rakott össze abban az országban, ahol azért ezt lehet vállalni, nyíltan elmondhatod azt, hogy például a lottó nyertes is föltartja, ugye, hogy mennyit nyert. Ott az, hogy valaki szerintem pénzügyileg sikeres, az azt jelenti, hogy ő sikeres az egész életében. Igen. Érted? Tehát lehet benne hinni, lehet azt mondani, még ha bármilyen
trükkös kis mondatokat is alkalmaz a fiatalember, ez igen, ez jó lesz főnöknek, gyerekek. Nézd meg, neki jó megy, akkor nekem is jó fog jönni, vagy jó fog menni. Na, mindjárt megkérdezünk valakit, aki sokkal jobban ért nálunk ez, Lukács Csaba külpolitikai újságíró. Hello Csaba, jó reggelt kívánok! Hello, jó reggelt a hallgatóknak is. Azért ezek gondolom ti is sokat nevettek, hogy ilyen az amerikai elnökválasztás rendszere, nem? Hogy egy, nem is tudom, mi a jó szó, egy bazári majom, vagy egy hajjá bazári majom. Tényleg, hát egy őrült, ő egy őrült. Hát én olvasom, miket nyilatkozik. Hát úgymond Mussolini idézeteket, a hülye, hogy nem is tudja, hogy Mussolini idézeteket mond. Ugye, hogy amerikai elnök lehet elvileg. És nagy eséllyel meg is fogja nyerni. Okay. Nem mondod komolyan. Igen. De hát az a helyzet, hogy annyira bonyolult az amerikai elnök választási rendszer, legalább annyira bonyolult, mint Magyarországon időben beadni egy népszavazási kezdeményezést. Nem egyszerű, főleg ha az embernek vannak kopasz barátai, úgy aztán meg pláne nagyon nehéz. De itt az előbb beszéltetek a pénzről, a pénz nem minden. Tehát nagyon érdekes, hogy az ifjabbik Bushnak, most már van egy harmadik Bush is, aki el akart indulni elnöknek, ő egy floridai kormányzó volt, és elég sikeres kormányzó volt kétszer. Ő szerett össze a legtöbb pénzt, 155 millió dollárt ebben az előválasztási kampányban, és irtozatos nagyot bukott. Iowában például kiszámolták, hogy csak a hatodik lett, és kiszámolták, hogy 2800 dollárba került egy szavazó, olyan irtozatos pénzeket költött a kampányra, és nem jött be neki. A Trump például ott is gyakorlatilag rommá verte. De mitől ennyire népszerű valaki, akiről egyébként tudják, hogy csaló, tudják, hogy embereket vert át, tudják, hogy nagyon sok mindenki vált földönfutóvá miatta, rengeteg ember becsapott, kizsákmányolt, mégis imádják. Miért? Egyrészt zseniális a pali, tehát nagyon jól szerepel. Ennél az Iowai előválasztásnál például megtörtént az, hogy a Jeb Bushról beszélt, és elaludt beszélt közben. Tehát úgy azt mondta, hogy most megmutatom, hogy milyen a Jeb Bush, és elaludt. Írtozatosan kameraérzékeny, ő valóságshow volt, valóságshow hős is volt, és hát olyan húzásokat csinál, ami bejön az amerikaiaknak, megint csak Jeb Bushos példa, lefoglalta a jebbush.com weboldalt, és a sajátjára irányította, mert elaludt a csávó tényleg az ilyen foglalásokban, tehát ő olyan, mint egy tank, és ez úgy tűnik, hogy bejön az amerikaiaknak, az ilyen olvastam egy elemzést arról, hogy kik is szavaznak rá, és miközben a legidegen gülölőbb, vagy legkevésbé itt például a bevándorlás ellenző, azt mondta, hogy a muzulmánoknak leállítaná ideiglenesen a bevándorlását, nagyon sok fiatal muzulmán is rászavaz. Tehát úgy tűnik, hogy meglovagolja azt a hullámot, ami Amerikában is van, hogy a klasszikus politika kifáradt, unalmasak a jelöltek, azt mondják az emberek, hogy megvették őket, a multik, meg mindenféle más erők, és egyszerűen valami másra vágynak, és hát ez aztán nagyon más ez a fickó. Ugye ebből a szempontból egyébként érthető választás, mert abban igazuk lehet, hogy jönnek a különböző jelöltek, mindegyik valamelyik családnak a sarja, tökre tudjuk, hogy kik állnak mögötte, hogy milyen erők mozgatják, és igazából komoly változásokat azért az elmúlt 20 évben nem hozott egyik jelölt sem. Mindenkitől nagyot vártak, és hát Obamában is aztán ugye nagyon-nagyon sokat csalódtak, rengeteg ígéretét nem tudta beváltani. Tehát ebből a szempontból az érthető, hogy valami teljesen mást akarnak. Igen, nagyon érdekes, hogy például a demokratáknál is, ugye az ellenlábasok, ott is egy olyan jelölt szerepelt meglepően jól, miközben mindenki azt gondolta, hogy ez a meccs lefutott, Clintonnél egyértelműen be fog futni, egy olyan jelölt került egész jó helyzetben, hát most már sajnos úgy tűnik, hogy ott eldőlt a választás, de az a Bernie Sanders, aki egy vermonti szenátor, ő gyakorlatilag demokratikus szocialistának vallja magát, ami azért Amerikában egy elég érdekes húzás, és rendkívül jó eredményeket ért el. Most azért kifulladt ő, és úgy tűnik, hogy mégiscsak Clintonnél lesz a befutó, de a másik oldalon is egy ilyen politika ellenes jelölt volt nagyon jó helyzetben, ami mondom azt jelzi, hogy elegük van az embereknek a politikusokból. És hát Trump esetében az is nagyon tetszik, sok ilyen nézői vagy hallgatói véleményt láttam televíziókban, rádiókban, hogy a saját pénzét költi a kampányra. Tehát ő nem kunyerál, Amerikában az a szokás, hogy az emberek összeszedik a pénzt, nem kunyerál, hanem van, saját repülőgépével jár, föl van festve egy Trump, és megy, mint a tank előre. Na, gyerekek! Szoragozott a Bali, megdöbbentő, hogy közben elnök lehet. A kellő tudása megvan ahhoz egyébként, hogy vezessen egy országot? Most az a nagy kérdés, hogy ő mennyire színházat játszik, amikor ilyen nagyon durva dolgokat mond. Hát azért, aki összeszedett ennyi pénzt, az valami ezért. Ez nyilván így van, abszolút. Azért nálunk is volt egy érdekesebb magyar politikában, most már lehet róla beszélni, aki egészen másképp viselkedett a magánéletben, mint a politikában. Ugye most már visszavonult, és nem kampány neki. Tordjáról azt mondják, én nekem is volt olyan élményem, hogy például, hogyha egy újságíró vele ment, akkor a
nagyon normálisan, nagyon értelmesen lehetett vele beszélni, komoly zenét hallgatott az autójában, egészen intelligens és művelt ember volt, aztán kiszállt, jött a rutyutyú hegyetje, egészen más. Rutyutyú hegyetje. Dél-amerikai cselesztő. Ezért kérdezem, hogy baromi nehéz a Pali mögé látni, hogy valójában mi van a fejében, mert az, hogy dollármilliárdos, az nyilván az ember elismeri, tehát valami ez biztos, hogy ért. Közben azért, ha az ember elolvasat életörténetének, nagyon sok embert vert át, és nagyon sok embert nyomorított meg, tehát te lehet benne kivetni valót találni. De hogy van-e valódi tudása, vagy lehet-e valódi tudása, hogy mondjuk vezessen 4 éven keresztül egy ekkora országot? Valószínűleg, hogy van, tehát egy vérprofi fickó, és kiszámolta azt, hogy mi kell a választónak ahhoz, és hogy kell kamera előtt viselkedni, hogy bejöjjön. Az is például, ugye lehet tudni az amerikai elnökválasztási kampányon, nagyon tudatosan csinálnak mindent, az utolsó mozdulat, az utolsó mosoly is baromi tudatosan van kitalálva. Azt kidönti el, hogy kik álljanak a háttérbe? Erre van külön csapat például? Mert tudom, hogy ilyen szinten tudatosan építenek föl egy-egy kampányt, hogy még az is fontos, hogy ki áll mondjuk az elnök jelölt mögött. Gyakorlatilag mindent mérnek, tehát mindent mérnek, hogy milyen korosztályban vagy népszerű, hol kell erősödni, stb. És például Bernie Sandersnél történt az meg, hogy megmérték, hogy elsősorban a fehér, jól szituált, fiatal választóknál erős, ezért a Bernie mögött mindig feketék állnak, hogy jelezzék, hogy például egy fekete néző azt lássa, hogy hát a társaim is vele vannak, akkor én is miért ne szavazzak rá. Tehát ott gyakorlatilag a választási kampány egy patika mérlegen ki van mérve, és mindig az történik, azt látod a képernyőn, ami a legtöbb voksot, vagy a legnagyobb hasznot hozza a jelöltnek, és hát ez egy olyan tudomány, amit ma már az egész világ Amerikából mások. De ami nagyon furcsa, hogy tulajdonképpen 70 évig nem is kellett volna megtartani az elnökválasztást, mert volt egy ilyen szabály, ezt úgy hívták sokáig, hogy mert 70 évig működött, hogy a Washington Redskins szabály, ez egy profi washingtoni amerikai futball együttes, és valaki észrevette, hogy Amerikában mindent figyelnek, hogy igazából csak azt kell nézni, hogy az utolsó otthoni mérkőzésén, az elnökválasztást megelőző utolsó otthoni mérkőzésén a csapat nyer vagy kikap. Ha nyer a csapat, akkor az a párt marad úgymond hatalmon, aki addig az elnököt adta, simán megnyeri az elnökválasztást. Jó, az amerikai kimegyek ezeket a statisztikákat. Igen. De ez 70 évig képzeljétek el működött, 1940-től, de hát a jó dolgokból lassan már ott sem marad semmi Amerikában, mert Obama 2012-ben fölülírta azt a szabályt, és annak ellenére, hogy a csapat otthon kikapott, ő megnyerte a választást, úgyhogy erre már nem lehet sajnos alapozni. És elképzelhető, hogy novemberben legyőzi Clinton? Hát elképzelhető, mert azt mondják, hogy a Clinton az olyan semmilyen egyrészt, és Amerikában nagyon fontosak azok a biztonsági kérdések, amiben ott nagyon komoly hiányosságai vannak Clintonnak. Kiderült egy botrány, hogy ő külügyminiszterként egy magán e-mailt használt, és magán telefonról, vagy magán e-mail címről levelezett, és az Amerikában nagyon fontos, és ezt nem biztos, hogy neki meg fogják bocsátani. De ez miért ennyire fontos, hogy valaki magán e-mail címről levelezik? Mert azt mondják, hogy ha a biztonsági előírásokat külügyminiszterként nem tartotta be, és veszélyeztette az államtitkokat, akkor az milyen elnök lesz elnökként. Hát. Ezek a dolgok valamiért Amerikában túlságosan is fontosak, és hát nem lehet tudni, hogy mennyire fáradt el, ő azért nagyon régen különböző funkcióban hatalomban van, a férjének is vannak ellenzői, és lehet, hogy ez a bumfordiság, vagy tankosság, vagy ez a nagyon durva hozzáállás, ami Trumpnál váratlanul sikert hozott, az országos szinten. Hát közben ő azért elindított egy egyetemet, ami nem volt akkreditálva, beszedte a lóvét, aztán lelépett. Hát mondta valaki, hogy ez tilos. Igen, szóval, hát, hogy azért, és hát én rengeteg más is csinál, nem? Az intézménynek még érvényes akkreditáció sem volt. Azért az úgy elég meleg, nem? A kapitalizmusban a csődök, meg az ilyen apró tükök nem akkora bajok úgy tűnik, mint a különböző ilyen biztonsági kérdések. És ráadásul azért Amerika is fél a bevándorlástól, Amerikában is volt egy 9-11, és ezekben a témákban azért Trump arról beszél, vagy úgy beszél, hogy az egyszerű ember gondolkodik. És bejöhetnek. És valószínűleg ettől ennyire. Közösség segít. Népszerű. Igen. Na jó, van, beszélünk még erről. Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél nekünk. Minden jót nektek. Jó munkát, köszönjük szépen. Hello. Hello, Lukács Csaba külpolitikai újságíró. Hallottuk. Érdekes világ, nem? Igen, igen. Az biztos, hogy ha mondjuk adott esetben megnyeri az elnökválasztásokat Trump, akkor a mémgyártók nem fognak unatkozni. Nem. Tehát szórakoztató a Pali, tehát megnézed egy beszédjét. Johnny Depp parodiát láttátok? Johnny Depp nem. Johnny Depp készített egy Trump parodiát. Zseniális. Jó. Egy az egybe hozzá az embert. Igen. 7:30 múlt pontosan 7 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
3:48 múlt pontosan. 2 perccel itt vagyunk, és az amerikai elnök választásról beszélgettünk. Izgalmasnak tűnik ez a dolog, mindenféleképpen az egyik jelölt miatt, ugye Donald Trump miatt, és egyben félelmetes is közben, hogy maga a rendszer megenged egy ilyen jelöltet, aki tényleg tök más, mint az eddigi politikai jelöltek, de hát... Szóval nem tudom, hogy egy ilyen ember, azért képzeljétek el, hogy a világ legnagyobb hatalmát, hadseregét vezeti. És ugye itt nagyon sokan írják, hogy de jó, meg milyen izgalmas, meg milyen kasz, meg végre valami más. Tehát azért róla tudni kell, hogy közben miket mond. Hogy rasszista kijelentéseket tesz, hogy erősíti az idegengyűlöletet, hogy rengeteg nőgyűlölő kijelentése van. Szóval, hogy izgalmasnak tűnik, hogy persze valami más, meg egy kis csemege, de azért ennek az embernek odaadjuk ezen ország vezetését, a hadseregét és a... És mindent, ami ezzel jár, a világ legnagyobb gazdasági hatalmának vezetését, azért kérdés, hogy merre lavírozná ezt az országot. Közben örülnek az Amerikában élő nácik is, ugye, hogy végre van valaki, aki megerősíti őket a hitükben, és ilyen kijelentéseket tesz. Rengeteg muzulmán ellenes kijelentése van. Szóval, hogy izgalmas egy ideig, de aztán csak reagálok arra, amiket írtak itt a hallgatók, ha az ember utána olvas, hogy ez a pali miket mond, akkor ez hosszú távon azért közel sem szórakoztató. Így van. Olaszok tudnának erről mesélni, hogy milyen volt ott reggelenként kinyitni az újságot, amikor meglátták, hogy a felső részen az van írva, hogy Silvio, és na, akkor már mindenki, Jézus, már megint mit csinált? Már megint mi? Már megint mi miatt kell égnünk? Az ő kezében nem összpontosult akkor a hatalom. De azért nem kevés. Nem kevés, de ugye az országra tudtad vetíteni, amit a Bazsi mondott, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének ennél nagyobb a világra. Igen, érthető, hogy az amerikai emberek még nyilván tényleg ott is elegük van már a jelenlegi politikai vezetésből, nem javul a helyzetük, és szeretnének valami olyan típusú dolgot, üzenetet küldeni, hogy mi is változást akarunk. Csak azért ebből a szempontból a Trump az egy érdekes jelölt. Na mindegy. Meglátjuk, hát izgalmas minden esetre, nem, hogy ott egyszer csak valaki azt mondja, hát figyelj, megpróbálom. Pénzkérdés, és ott vagy. És pénzkérdés, és tulajdonképpen ott vagy. És azért tudtuk, hogy az amerikai elnökválasztás sokszor tényleg a finanszírozásról szól leginkább, hogy kik állnak mögötted, hogy a lobbistáid mennyi pénzt szednek össze, de azért egyszer csak egy elmeháborodott azt mondja, elnök leszek, és lehet, hogy novemberben ő lesz az elnök. És azzal tűz, a szerepléseiddel tudsz nyerni? Hogyne, persze. Hát az igen. Milyen? És milyen fura az, hogy eddig ugye az amerikai elnökválasztások történelme, az valahol arról is szólt, hogy úgy lehetett mondjuk megnyerni vagy elveszíteni egy elnökválasztást, hogy kiderült rólad valami kis apró titok, és hát nyilván az ellenfelek utaztak is arra, hogy ezeket a pici apró kis titkokat, ezeket a kis sötét kis titkokat a múltadból előszedjék. Na most, hogyha Clintonéval kapcsolatban az volt az egyetlen dolog, amit elő tudtak kaparni, hogy egy személyes e-mail címet használt e-mailezésre, és hú, miközben ott van Trump, akiről gyakorlatilag egy könyvet lehet írni. És közben imádják. És imádják. Érte, hogy ez még nagyobb legyen ez a könyv, vagy még vastagabb. Hosszú távon azért ez inkább dermesztő. Na jó, itt van egy hallgatónk, és már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Mi vacsigyellá, mime? Aki válaszol. Halló. Sziasztok, Ital vagyok. Ica? Ital. Ja, úgy más, Laci. Laci. Laci, hello Laci, jó reggel, ciao Laci. Honnan hívtál minket? Mindjárt hazaérek Nagybajcs mellől. Ez Győr mellett van. És mindjárt hazaérsz, honnan mész, vagy honnan jössz? Éjjeles voltam munkába, Ausztriába. Azt a minden segít neki. Fia, most már nem telik el úgy, nem hogy hét nem telik el, úgy el nap nem telik, ugye, hogy ne egy olyan hallgató legyen, aki valahol külföldön dolgozik. Igen, hallottam tegnap. Tegnap is. Tegnap is ugyanez volt. Tegnap is ugyanez volt. Te mit csinálsz kint? Én CNC-gépkezelő vagyok. CNC-gépes, ők újságot terítettek. Újságterítés volt, igen. Igen. Nyilván jobb fizetés, nem? Gondolom elsősorban ez az, amiért átmentél. Hát igen. Mennyi mondjuk duplája a hazainak? Nem akarok összeget, csak hogy még arányaiban mit. Úgy vettük, hogyha hivatalosan dolgozol, akkor több. De lehet, mint a duplája, arra gondolsz? Igen. Aha. És nem hivatalosan? Nem úgy, hogyha itthon nem hivatalosan dolgozol, mert dolgoztam egyéb helyeken itthon. Ja, értem. De úgy mondjuk a fele. Aha. És megbecsülik kint a magyar szakmunkásokat ezek szerint. Hát novemberben volt 4 éve. Az igen. Kint vagy. Azt a mindenit. És közben ugye hát, ha hazajössz, itt laksz, akkor igazából ugye talán az ember többet is tud félretenni, mert az más, hogyha kint élsz, de akkor az ottani viszonyokat kell megfizetni, lakás, albérlet, stb., akkor nyilván több megy el rá. Tehát így azért ez egyszerű. Én a nap hazajárok. Aha.
Igen, körül az ember közben, meg hát nyilván azért ez közben szomorú is azért így hallgatni, hogy most tényleg nem múlik el úgy nap, hogy ne beszélnénk valakivel, aki átjár valamelyik szomszédos országba dolgozni. De nyilván tudjuk, hogy ez van, tehát tisztában vagyunk ezzel, csak azért ezt mégis. És te mondjuk még szerencsésebb vagy, hogy hazajárhatsz minden nap. Igen, hát vannak, akik ugye hetekig, hónapokig vagy akár évekig sem. Az az ára, hogy napi 320 kilométer. Azt a mindenit. Tehát ingázol. Na figyelj, Laci, szólásmondás, háromszor megmutatjuk neked, mert mindig ez marad a végére. Jó? Jó. Fáradt vagy nagyon egyébként? Hát egy kicsit érzem, de talán megbirkózok vele. Megbirkózol vele. Jó, egy szólásmondás nem lesz annyira nehéz, hosszú, de majd próbálunk arra rá erősíteni, hogy mit mondott, és akkor talán még jobban lehet érteni. Mehetünk? Jó, rendben. Na figyelj, így szól, indítjuk az órát. Indegent nem in live boy. Inlév boly, ez a vége. Ugye? Indegent nem inlév boly. Az inlév bolyt összeteszed, akkor megvagy. Indegent nem inlév boly. Jobb. Az első szótat nem inlév. Értem. Boly, boly, hát az a jobb, az ja. Megvan, és az inlév. Az utolsót akkor úgy mondom, inlév. Ah, pedig nem volt nehéz annyira. Ez nem értettem, amit mondtam. Inlév. Boy. Boy, ez volt ugye a vége. Az a jobb félni. Jobb félni. Jobb félni, megijedni. Jobb félni, megijedni, így van. Nem volt ez nehéz most. Ez most nem volt annyira nehéz, igen. Ennél szoktak nehezebbek lenni. Ez így van. Na igen. Lacikám, nincs olyan elég csomag, köszi. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Jó munkát neked. Köszi, ciao, hello. Gyorsan egy-két közlekedési hír, ami talán fontos lehet, azt mondja, hogy igen, M3-as bevezető a benzinútól nagyon lassú haladás, viszont a Szőnyi úti kikerülő remekül járható, heti Peti küldte nekünk, és M35-ös 8-as kilométerénél Debrecen felé mérnek, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon, valamint Sütőn kilométer-óra hitelesítés zajlik a 10-es főúton, ezt Tamás küldte nekünk. Ma is lesz kérdezfelelek játékunk, úgyhogy nyugodtan izíthatjátok a teleolyatokat, és a 0676 SMS számra küldhetitek nekünk a kérdéseket. Kérdezfelelek játékunk? Azt mondtad? Játékot mondtam? Igen, azért mondom, szerintem ez az öblítő. Lecsúszott a kokkolino, mi? Az vagy nem, hiszitek el, de megyek ki állandóan levegőzni. Tudom, gyerekek. Komolyan kijárok, hogy szívjak egy kis friss levegőt, és a friss levegő ebben az esetben azt jelenti, hogy az üllőiről bejövő benzingőz. Tudom. Igen, ez nincs benne májó. Nagyobbat nevetek, egy buborék jön ki a számomra. Rovatot. És most csinálod a füleddel is. Minden a buborékok jön neki belőle, olyan öblítő szag van itt a takarítás. Na, küldjétek a kérdéseket, ez így van. 5 perc a pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Péntek van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Yes! Nincs ennél jobb így kezdeni a hetet nekem csütörtökkel. Tehát így nagyon gyorsan itt van, jó, ez a péntek. Te meg lehet szokni. El. Komolyan mondom, szíves. Ezt meg tudom szokni, hogy bejövök kicsit csütörtökön, itt ellötyög az ember, majd bejössz, és azt mondod, hogy hát mindjárt hétvége. Mm-hmm. Majd elmész egy kicsit hétvégézni, azt mondja, hogy március 15-e. Hogyan szeretessük meg magunkat a hallgatóinkkal? Hát gyerekek, ezt meg tudom szokni, komolyan mondom. Ez egy nagyon jó rendszer. Csütörtökön kezdesz, pénteken elköszönsz. Fura is, mert ilyen keddi hangulatom van. És egyáltalán vagyok rá, hogy péntek van. Nem rossz. Jövő héten, mész Szabira? Gyerekek, tudjátok, hogy helyetetek is nagyon szívesen. Tehát, hogy ez a lehetőség nektek is fennáll, de ti nem mentek, hát akkor Bali megy. Akkor Bali elmegy. Eltörjétek már. Nem panaszkodhatunk, mert ugye most az elkövetkező 2-3 hétben azért lesznek hosszú hétvégéink is, hála jó Istennek, illetve hála a naptárnak. Lesz, most ugye lesz, március 15-e, aztán húsvét, aztán itt van, mindjárt, fura megi hétfőre esik, pünkös, fura, is hétfőre jön ki minden évben. Nem tehát, hogy egészen fura dolgok vannak, de működik. Tehát most lesz egy-kettő. Amikor ti is tudtok azért pihenni. Jaj, de jó lesz. Azt mondja, hogy egy jó kis Sting-dal mindig feldob rókat küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó is, folytatva a tegnapi sort. Folytatva a tegnapot, igen. Hajdú köszönöm, hogy a 35-es úton a Mosonnál kint van a Trafi szürke fábjából LS Pisti küldte nekünk. Aztán Feri egy gyorsforgalmi megint elindult egy kamion befelé, de a Szemere telepi felüljáron észbe kapott, most lassan, de biztonságosan toladgat. Ezt Gabesz küldte nekünk. M3 a 154-155
95-ös kilométerek között Pest felé egy nagy festékes doboz az úton, ezt Gyula írta, valamint az Újbuda temetőnél baleset van a 10-esen, minden áll a 10-es Solymárig, de Üröm felé is hatalmas a dugó, Orbi küldte nekünk. Orbi, milyen jó név, nem? Lassú haladás az M3-as bevezetőjén, a benzinkúttól, a Szőnyi úti kikerülő, remekül járható. És Orbi? 61-es út Nagyberkiben, mérnek a rendőrök, Tápos Zoli írta meg nekünk, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Csak azért mondom, mert nyilván sokan terveznek majd előre, és így nem biztos, hogy mindenki otthon várja majd a locsolkodókat, vagy szeretné inkább elmenni otthonról, hogy megmeneküljön ettől a nem annyira, vagy nem mindig kellemes tevékenységtől, hogy március 27-én nyitja meg kapuit újra a Füzéri vár. A húsvétkor nyilván kinyitnak. Figyeljetek, az megdöbbentő. Tehát, hogyha valaki esetleg régen volt már, mennyire konkrétan felépítették újra a várat. Egyszerűen megdöbbentő. De ne, húsvétkor maradjál. Otthon várd a locsolókat. Egy nagy tojást várjál. Tojásokat, így akarsz, van. Én nem leszek otthon. Csöngethettek. Húsvéti nyugodt bárányok. Nem. Isteni lesz. És ti ott fogtok állni a Füzéri váron, húsvét szent ünnepén, és hú, van vár. Hát volt eddig is. Ma megnézitek következő hétvégén. Olyan formában, ahogy most van, nem nagyon van. Füzéri? Megdöbbentő. Igen? Tehát, hogy egy csodaszép lehet, de gyakorlatilag a konkrétan mondjuk, hogy a várnak eddig ismerted, vagy láttad mondjuk a kétharmadát, most a vár úgy tündököl, annyira új, három annyira harmados. Más, annyira... Figyelj, nem, tényleg nem hiszitek el, hogyha nem, ha valaki régen nem volt egy pár évvel ezelőtt, az mennyire, ez egy csoda. Az egy csoda most, amit ott építettek le a kalappal előtt. És ha ott locsollak meg benneteket, az jó? Ha utána ne, utánunk Léci Feri, mert hogy hívják, padlógázzal fordulunk meg, és megyünk a nyugati országba. Mi a bajotok a locsolkodást? Te se szereted a locsolkodást? Ott két fiú gyereked van, akik a csodában hisznek. Akik még a piros kerékpárra valót most szedhetik össze a nagymamától. Egyik várok attól, a másik a locsolásról, azt mondja, Jézus, és ez vár 50 felé, gyerekek, ez marad? Ez 3 héttel húsvétől, te már locsolásról beszélsz, hát te megújított vár, hol van a régi Feri, meg a régi, akiket nagyokat lehet nevetni, akik bevállósak voltak, akik poénkodtak, két fáradt öregember a locsolásról, meg várakról beszélget. Gyönyörű, ez a műsor 4:95 perccel. Hát vastagon nem érdekel engem ez. Kinyomom a mikrofonot, hazamegyek. Hát kit érdekel a locsolás? Ha már beszélünk róla átlásban. A gyerekkel tudsz, mert ennyi, és most a zabálás jár az eszed. Egyrészt vagyok urázó, kert most a zabálás jár az eszed. Nekem már 2 hónapja van. 2 futnod kell félmaraton kapuzárási pánikból, úgyhogy ne járjon a zabáláson az eszed. 3, most húsvéted, egy húsvét után futsz. Után. Jóval után. Tehát neked sajnos, az is ugrál. Jó lesz. Encsen fogunk zabálni szerintem. Encsen lesztek. Én értem a várakat, értem a tőgyeket, értem a bolyhos-molyhos izéket, de komolyan mondom, hát nem lehetne, hogy valami jó a tőgyekről. Te se tudsz lefűzni. A tőgyekről nem, a molyhos tőgyekről nem, de hát majd egy héttel a húsvét előtt kibeszéljük, hogy mi lesz a locsolásnál. Hol érdekel engem a húsvét március 3-án? Mindjárt itt van, most olyan korán lesz. De kit érdekel a húsvét? Hát csomó ember. Már kész, nem fontos ünnep, de majd egész ott van. Boldog kívánalja. Segítsetek, drága hallgatók, írjatok valamit, ami még egy fiatalos, lendületes, fiatal titánban még azért úgy tartja a lelket. A húsvét. Két ilyen ötvenes lendületes titán, jó? Két fáradt ötvenessel ülök ki, gyerekek, az egyik sonkáról nézeget képeket, a másik 10 perc a Füzéri várról beszélek, zsűre nézek, hát benne sincs túl sok élet. Jó, de nem is volt soha. Komolyan, mindenkinek agyára ment a kokorinuk. Hétben otthon volt az első sorban, ne felejtsd el. Agyatokra ment az ötműtő illet, hát semmi rossz nem maradt benetek, egy kis csibéség, egy kis nevetés, egy kis hancúr, valami, hát komolyan. Tízig már senki is hívja Balázsnak, Balázs titán. Ma csak így. Jó, egy fiatalos, dinamikus titán. A várajállót, meg a bolyhos tölgyajállót, hát a vízlever, a másik jön a húsvétra. Bolyhos tölgyajálló. Március 4-én beszélgessünk a húsvétről, miért nem az adventről beszélgetünk. Az adventről, érted. Na, nézzük, hogy mi van a honvédséggel, jó? Jó, nézzük meg. Mert ugye tegnap beszéltünk arról, hogy elvehetik az autókat, ugye rengeteg hírportál ezt lehozta, mi pedig szerettük volna a honvédséget megszólaltatni, de fura, a kommunikációs osztály úgy döntött, hogy nem nyilatkozik, nem csak nekünk, senkinek nem nyilatkoznak. Én nem értem egyébként, hogy miért nem egyszerűbb valakinek odállni és válaszolni bizonyos kérdésekre, sokkal tisztább helyzet az, nem? Mi szeretjük azon hatósági szerveket, akik azért, hogy nyilatkoznak, honvédség, vagy NAV, vagy bárki tényleg, akik azt mondják, igen, adunk egy nyilatkozót, és mi merünk, tudunk, akarunk nektek nyilatkozni. A honvédség nem akar. Nem volt nekik alkalmas az időpont, mert biztos, itt remélem, körletszem le volt. Igen. Vagy fegyvertisztítás. Vagy a telepjárókat kellett rajslomba venni. Az is lehet egyébként, hogy már kimentek.
kimentek helyszínre foglalni. Na, de most levelet írtak, és válaszoltak a Julinak. Tisztelt Gébai Juli, írták a levelet. A gépjárművek nyilvántartásba vétele kapcsán az alábbi HM közleményt ajánljuk szíves figyelmébe. Tehát azért finoman jelezték, hogy ezt azért legyünk szívesek elolvasni. Ugye, ha valaki nem tudná, ugye tegnap beszélgettünk arról, hogy a honvédség az, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen egy szépet mondjak, leltárba veszi a terepjárókat és a kisbuszokat, ugye? Igen. Lajstromba veszi egészen pontosan. Így van. Szóval éve Lajstromba, és hát számít ránk civilekre, hogyha esetleg valamilyen konfliktus, ne adj Isten, ne legyen, támad valahol az ország környékén, ahol szükség lehetne ezekre a civil járművekre. Akkor mi majd odaadjuk nekik. Szükségállapot esetén beülnek az autóba, és ha tele van tankolva, akkor elviszik, igen. Na, azt írták, hogy a sajtóban számos téves, a közleményt félrevezető információ jelent meg a Honvédség gépjármű adatbázis frissítésével kapcsolatban. A tények a következők. Na. A nemzetgazdasági erőforrásokra vonatkozó adatok kezelése a magyar honvédség feladat körébe is tartozó kötelezettség. A rendszerváltás óta meglévő szabályozást nemzetközi példák sora támasztja alá, hiszen az eljárás nem pusztán hazai sajátosság, hanem minden a biztonságáról felelősen gondolkodó ország társadalmának alapvető érdeke. Kedves Sebessén úr, nem vehetnénk előről is szavanként? Igen, azt kérni, ezt szeretem volna a dinamikus fiatal titánt, hogy egy kicsit lassabban, mert a két trojt nem bírja követni. Ez a feladatrendszer nyilvántartások vezetésével és pontosítások végrehajtásával valósul meg. Az eddigiek során valamennyi kormányzat feladata volt a komplex feladatrendszer végrehajtása és ellenőrzése, mely magánszemélyek gépjárműveire nem terjedt és nem terjedt ki. Talán ez a legfontosabb mondat. Tehát cégektől elvehetik a teherautót, de magánszemélyektől nem vehetik el az autót. Ellenben a halafiak! Ebből adódóan, de teljes mértékben indokolatlan az a fajta hangulatkeltés, amely az utóbbi időben a média részéről ezügyben irányult a közvélemény felé. Tisztelettel Honvédelmi Minisztérium, miniszteri kabinet, kommunikációs osztálya. De szép neve van, így hívják, hogy miniszteri kabinet. Miniszteri kabinet, kommunikációs osztály. Tehát tulajdonképpen ez a nyilatkozat. Tehát akkor az egész, amit a sajtó minden egyes szegletében lehetett egy héten keresztül olvasni, az nincs, gyerekek. És ezt csak akkor kezdték el cáfolni, amikor mi rákérdeztünk. Tehát senkinek nem tűnt fel a HM-nél, hogy egy hete mindenki erről beszél, hogy viszik a kocsikat, a terepjárókat, és a srácok oda ment, így most mondták azt, hogy hát akkor ha másrak a Gévai Juli megkérdezte, akkor neki írunk. Ezzel tegnap jött ki ez a közlemény. Hogy hívhatnak így valaki? Hallom én azt a lány keddenként, hát ördögtől való az ág. Igen, de ezt kiadták egyébként nem csak Julinak, ez egy hivatalos közlemény volt. Na, de szerintem megnyugtató, de szerintem menj le valahova, nyomtasd ki, és hogyha jönnek, akkor lobognak. Tessék, kaptam a HM-től, maguk küldték. Hangulatkeltés. Igen, az autót nem adja. Jó. Na, jó van, úgyhogy erről ennyit, hát ha nem nyilatkoznak, akkor köszönjük szépen, hogy így reagáltak a felvetésünkre, illetve különböző internetes portálok híreire, felvetéseire. Legalább ezt a választ megkaptuk, úgyhogy nem kell féltenie senkinek akkor az autóját, nem kell indokolatlanul hangulatot kelteni. Na, de ezt mondom nektek. Akkor mi? Ja, jó. Akkor ne kérdezzek? Ne kérdezzél. Jó, Svétról vagy a Sonkáról? Nem, mit akarsz? Most erről. Hogy tegnap te mondtad azt, hogy egy haverodnak meg nyilvántartásba vették. Igen, azok teherautók. Tehát a teherautó az... Így van, az cég. Céges. Teherautó. Aha. Neki jelentenie kell arról, hogy hol vannak a teherautói. Tehát a cégautókat azt viszont viheti. Itt van, mert hogy itt azt mondja, hogy magán. Igen. Igen. Tehát ha neked a terepjáród, de mondjuk van egy KFT-m, amelynek a nevén van egy terepjáró, amelyet én használok, akkor azt viszont elvihetik. Hiad föl őket, azt megválaszolják, jó? Hagyjál engem ezekkel a kérdésekkel. Nekem is ugyanez a közlemény van, mint neked ez a közlemény. Hát most nem tudok ezzel mit csinálni. Örülünk nekik, hogy ennyit kifacsartunk belőle. Nem, hogy még ezt is. Igen. Jaj, kommunikációs sajtós aztán. Na, mi volt ez a balett előadás, ahol nem lehetett látni a balettot? Ezt mondjátok meg nekem, én erről később értesültem. Állítólag baromi nagy közfelháborodás van, mert rengetegen elmentek ugye egy balett előadásra, és senki nem látott az egészből semmit, hát olyan rosszul volt. Ez így ebben a formában nem igaz, mert viszonylag sokat láttak, inkább úgy fejeznék ki magukat, és valószínűleg a sajtos is ezt mondja, hogy nem igaz, hiszen elég sokat lehetett látni a balettáncosokból, kb. Deréktől fölfelé. És a kézmozdulatok
mozdulatoknak jelentős szerepe van a balettban. De ne becsüljük le a kézmozdulatokat, meg a kezeknek a szerepét. Ugye a budapesti kongresszusi központban volt az orosz balett előadásában a Hattyúk tava. Aha. A Hattyúk tava. Igen, a Málenki ugribugri lépett fel. Málenki ugribugri elment. Le a kalappal azok előtt, akik erre eleve elmennek. De komolyan, aki szereti a balettet, az én áhítattal nézek rá. Tényleg. Komolyan mondom. Tehát egy minden elismerésem. Azért érdemes elmenni, hogy nézni, hogy mi ez. Tehát, hogy miről szól. Tehát Hattyúk tava is gyakorlatilag minden világirodalmi klasszikust el tudnak táncolni. Ez is nagyon érdekes, ha belegondolsz. Te nem viszed el a fiadat egy diótörőre? A Beni 6 évesen még nem látta a diótörőt. De van a gyereknek nagymamája, és erre nagyon jó, hogy erre. De pont most voltak egyébként karácsonykor. Ilyet mondani gyerekek, nem? Mire? A húsvétot meggyalázod, a sonkát, most meg a balettot. Hogy tudok azért, mert balettet. Én ilyen szókimondó vagyok, mindenből én rosszul kijönni, mert nem szeretem a balettot. Szőrös lábú, vékony férfiak, nagy darab, ilyen brével ugrabugrálnak ott egy ilyen kis tűtűben, érted, és én azt nézem két órán keresztül, én se nem értem, se nem szeretem. De én nem tudtam, hogy a Feri szeretem egyébként a balettot. Én azt hittem, hogy a Feri számára, mint törzsükes vidéki fiúnak, mondjuk a diótörő az a férfi bicikli. Az magtörő. Vagy magyarok. Én nem szeretem a balettet, én rosszul vagyok tőle. De én nem vagyok elég intelligens lény ahhoz, hogy felfogjam, hogy micsoda komoly alakítások zajlanak. Nem értem magát a táncot, nem szeretem, nem kedvelem. Hát most ezt én bevállalom. Én sportnak én rosszul tartom. Vagyok a balettól. Én egy sportnak tartom. Milyen sportnak? Baromi szépen mozognak. Emelgetik őket, ugrálnak, tök jó felépítésűek egyébként. Furák. Az arckifejezések azok furák, tehát hogy nem ehhez vagyok szokva általában a sporttevékenységek közben, hogy valaki ilyen arcot vág hozzá, ilyen átszellemültet. Hát én egyébként így van, én mosolyognak. A sport részét, vagy a mozgás részét, azt nagyon-nagyon kultiválom. Picit fura egyébként a hacuka, mert hogy... De az is megvan, hogy ti ketten az acsikat nézitek, hát gyönyörű balettos lányok ugrálnak ott. Nem, most aranyos, hogy ilyen is belekevert az előbb, micsoda Balázs nézte az acsikat, most már nem nézem az acsikat, ketten csak ülünk a zsőjében fönt, igen, átölelve egymást, és mind a kettőnk van egy ilyen aranyozott nyelű, ilyen lornyon, és az acsikat nézzük. Most így képzelni minden hallgató, életemben nem voltam még balett. Na ez a baj. Na ez a baj. Látod, hogy úgy mondasz valamiről véleményt, hogy még soha nem voltál balett előadás. Láttam már. Hát, tehát, hogy amikor kapcsolgatom tévét időnként, belakodok én is ilyen izébe, ilyen Hattyúk tavákba. De állítok, baromi nagy felháborodás volt, de elment, és a deréktől lefelé semmit nem láttál. Na most azért az a balettnál elég fontos, igen, hogy ki volt akarva. Ki, hogy emelgeti a lábát. Skandallum, ennyi pénzért. De várj, most komolyan mondom, ott ülsz 20 000 forintért, és nem látod a balettesek lábát. Azt látod, hogy felsőtestek táncolnak, és közben fejek pedig ugye bele a képbe. Hát nem túl szeretés. 25 000 volt a legolcsóbb, tehát 15-25 000 jegyért. Azért hát vannak az embernek hibája, az egyik az, hogy mondjuk szeretné látni az előadást. Az lenne a minimum, hogy 12 500-t visszaadnak, nem? Mert csak fél ember van. Hát. Ja. Na most ezt valaki nem döntötte el előre, mert ez ugye a helynek a sajátossága, hogy úgy van megcsinálva a nézőtér, hogy nem látsz föl a színpadra. Hogy ez senki meg nem nézte előtte, hogy ez alkalmas arra, hogy itt több napos volt az előadás, és a vasárnapi előadásra már írtak az emberek kommenteket Facebookon, hogy vigyen mindenki ülésmagasító. Az megvan, hogy állsz a 25 000-es jegyel, és fogod a kis párnácskádat, hogy lássál valamit a balettban. Jézus. Az micsoda? Ez az ülésmagasító, ezt nem adom oda. Ezen fogok ülni, aha, meg a nagy is, hogy lássa a balettet. Ez belépeget balról jobbra egy, hogy egy szobafestő mázol egy ilyen 20 fokos létát. Hogy lássa valamit. Elolvasom a kommenteket, egészen megdöbbentő dolgokat írnak. Sajnálatos, keserű szájézzel kellett távoznom a gyönyörű előadásról, és nem az előadók tehettek róla. A földszinti ülőhelyekről csak deréktől felfelé lehetett látni az előadókat, ami egy kabaré esetében nem rossz, hiszen azt hallgatni kell, írja valaki. Azonban egy balett előadáson szeretnék látni deréktől lefelé is, hiszen a lábmunka az egyik legfontosabb része ennek a műfajnak. Egy igazi hozzáértő. Egy igazi hozzáértő, egy balett kedvelő. Valaki azt írja, hogy a varázslónak konkrétan pocakja volt, ami... Ez már az őrszálhasogatás. Amivel nincs gondom, ha nem balettáncos, 10 perc után kijöttem, hogy reklamáljak, mivel nem láttunk semmit. Bal 9. sor 3-ast igyezték. A jegykezelő hölgyek betettek minket középre, hátra, pócékre 14 000-ért. Aztán az első felvonás után oda mentem az információs pulthoz, és visszakértem a jegyárát. 10 perc várakozatás után megjött a szervező, és némi egyezkedés után korrektül visszaadta a pénzt. 7-8-an reklamáltak, ők visszakapták a pénzt. Ők voltak a bátrabbak. Igen. Akik elmentek reklamálni. Reklamál, ő már nem kap vissza, tehát ennyi idővel utána igen, már nem. Ha elmész egy 4-tagú családdal, mert ugye a kultúrának adózol, nem úgy, mint egyesek, elviszed a két gyerekedet. De hogy viszem a gyereket, nem akarom, hogy megálljon a növésben, nem viszem balettre. Legyen meg, egészséges, nem. Szép, felnőtt, egészséges szeressen lesz, különböző. Művészetre nyitott. Nem, Isten őriz, nem. Én szeretem azt a gyereket, én nem akarom kínozni. Én minek menjek, akkor átlagos magasság emberek is csak deréktől fölfelé látják őket. Én itt látom volna belőled, ahogy így emelkednek a szemöldök. Figyelj, négy embernek az majdnem
az már nem 100 000 forint. Igen. Jézus. Egy másik komment. A varázslónak konkrétan pocakja volt, ezt ugye mondtam, amivel nincs gondom, hanem balettáncos. Igen. Ír egy másik, hogy a kutyám nagyobbat ugye, mint az ő balerinájuk. Képterem voltak együtt táncolni, a kövér varázsló röhelyes volt. De hát a kövér varázsló már lehet, hogy próbálta menteni, ami menthető. Nem, és ő beugrott gyorsan. Ő egy kellékes volt, egy díszletes, csak mondjuk, hogy dobjuk fel valamivel ezt az előadás. Hozzátom a kövér varázslót, az mindig bejön. Menj már, gyorsan. Ez megvalósul. Ezt a kis csillagos üveget. Na, itt egy pálca is. Na, szaladja, te vagy a varázsló. Világosító vagyok. Menj be, Karesz, menj be, basszus, baj van. Karesz bement, táncolt valamit. Igen. Csak nem tudott nagyon ugrálni. Ő volt a kövér varázsló. Zavart egy picit a pocak. Van egyébként, Feri, te vagy a nagy balecakedő. Van kövér varázsló? Persze. Igen? Persze, szeretnek kívánja, igen. A műért, ő a szerepnek kívánja. Kérlek szépen, az műpocak. Ez műpocak. Műpocak, csak a szerep véget. De minden elismerésem az orosz baletti, mert erre nem ők tehetnek nyilván. Ja, hát erről rossz helyre meg hozták. Hát ez a kongresszusi központ, a hátrafelé lejt a sor, akkor basszus. Hát akkor az sajnos építési hiba, hát az nem az orosz balett hibája. Hát ők eltáncolták a kövér varázslóval ide vagy oda, amit el kellett, csak hát nem lehetett látni. Nem olyan, mintha rajtunk kicsit tényleg átok ülne. Eljön az orosz balett, mennek a műjöték, és basszus. A világon mindenhol óriási tömegeket van, az imádják, fantasztikus, csak kiejtik a nevüket, és abban a pillanatban térdre hullik minden művészetkedvő ember, például Rákóczék, és ja, mikor Ferinek könnyű, mindenhonnan mindent lát. Tehát ő beül az utolsó sorba, érted? 1,90-nel beülsz, hát most érted. Ő gödörbe ültetik. Ő látja a súgót is. Vagy az nincsen? Balettán nincsen súgó. Nem, balá, őt a súgó. Balá, őt ültetik a súgójukba. Két bal, egy jobb. Igen, téged ültetnek a súgóba egyébként. Na, drága hallgató. Pocsak be! Kövér varázsló, hogy van oroszul? A súgó mit mondhat a kövér varázslónak? Húzd be a hasad oroszul. Kövér varázsló, húzd be az. Na, ha valaki volt, ott telefonáljon már be nekünk egyrésztről, hogy elmondja, hogy milyen volt. Kettő, hogy nyilván mindenkinek van egy ilyen előadás, egy ilyen koncert az életében, amikor azt gondolja, vagy úgy érzi, hogy igenis megérdemelni, hogy visszafizessék az árát. Írjátok meg nekünk, hogy mi volt a legkiábrándítóbb előadás, jó? Ez lehetett tényleg színház, koncert, bármi, amiről úgy jöttetek ki, hogy atya úristen, nem ért meg 5000 forintot, itt meg aztán tényleg nagyon sok pénzről van szó. Hát ez, itt ez egy kétfős családnak, ez 50 000 forintjába került, hogy lássa, hogy ott tűtűznek láb nélkül, fura kövér varázsba. Nem? Tehát ez egy nagyon sok pénz. Azért 50 000 forint. Tehát mi volt olyan, ami kiábrándító volt, de ez lehet akár egy világsztár koncertje is, tehát tényleg elmentetek, nem tudom, egy Rolling Stones koncertre. Londonban hamis volt, rosszul énekelt, leesett a színpadról, részeg volt, nem tudta, hogy hol van, és úgy éreztétek, hogy át vagytok vágva. Á, Rolling Stones sose volt olyan, hogy valaki ívott. Nem? Á, dehogy. Igen, azt nehezen tudom elképzelni. Ugyanígy nem láttuk a Flatlit sem, mert hátrafelé lejtett a nézőtér. Na, én például erre gondolok. Lábmunkának van egy szerepe. Hát ott talán még inkább, mint az orosz balettnél, mert ott végig hátra van téve mind a két kéz. De a Flatley hol volt? A Flatley talán még a Népstadionban volt, amikor itt volt, nem? Ha azt nem láttad, akkor a Népstadionban. Igen, a Flatley, én még voltam Michael Flatley koncert, én nagyon szeretem a Flatleyt. Ő a Népstadionban volt, tudom, de rosszul vagy tőle. A géppuska lábútól. Kopogjál már egy másodperc, ad 60-at a lábaddal, a kis cipőcskétbe, állj már fel ide a pultra, aztán a kis tiszta cipődbe kopogjál. Hát, ez a művészet, a sebesség, hát a kifinomult mozdulat, az nem érdekel, csak a sebesség. Ha választanom kire, hogy Michael Flatley vagy orosz balett, hát akkor inkább a Michael Flatley. Azért 5 perc alatt megunod, hogy még mindig kopog. Ez nem csak kopog, ott közben táncolnak. Igen, ez mi ez? Persze, bejön valaki, és ezt csinálja másról. Nem ezt csinálja. Guinness rekord, én nagyon bírom, meg nagyon tetszik, meg nagyon jó, de hát 5 percnél tovább egyszerűen képtelen vagyok nézni. Bejönnek, pattognak, mindenki vigyorog. Ja. Megy a hülye hegedű szó. Nem mindenki pattog. Néha például balról jobbra emelik a lábukat, aztán jobbra balra leteszik, és aki ilyeneket látsz. Egy ember pattog, 5 ember pattog, 10 ember pattog, aztán kimegy öt, megint kimegy öt. Szeretnél te olyan magic bika lenni a színpadon, ahogy magic bika? A magic bull. Ahogy Michael Flatley oda bejön, és ott a csajok olvadoznak. Tényleg, sikongatnak. Elvigyelek egyszer, már nem táncol az ne, már az előbb is érted, már az előbb is együtt zacskókat néztünk az orosz balettel, utána elmegyünk együtt Flatley-re, ebből tényleg összeköltődés lett. Valaki, aki azt írja, ott volt, hogy nem akar beszélni, de hogy orosz balettnek hirdették meg, és ukrán másodosztályú táncosok voltak, nagyjából így kellett ezt az előadást elképzelni. Na, drága hallgatók, egyrészt telefonáljanak, aki ott volt, meghallgathassuk, hogy mi volt. Kettő, tényleg írjátok meg nekünk azt a kiábrándító színházi élményt, koncertélményt, amire azóta se kaptatok magyarázatot, a pénz
nem kaptátok vissza, hogy mi volt jó, és hogy miért volt szörnyű. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:49 lesz pontosan. 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elrontott koncert, színház és film élményekről beszélgettünk, mert ugye a napokban rendezték meg a mi ez, még a nevét, a hagyjuk tavaly? Na most lett elegem ebből. Az orosz balett. Az orosz balett csúcsa. Sárba tipró megszólalásba. Igen. Szóval a hagyjuk dala című orosz balett előadást. És hát elképesztő felháborodás volt, kiderült, hogy a nézők ugye derékon alul nem láttak senkiből semmit, mert hogy úgy volt megcsinálva a nézőtér, hogy hát nem szerencsés ott balettet nézni. Na, és rengetegen írtatok nekünk, mert hogy kértük, hogy küldjetek el, bocsánat, csak az átható öblítőszag, mert nem nagyon tudok más kezdek már. Viszonylag nehéz. Te is feladtad. Takarítás volt tegnap itt a stúdióban, és picit erős a koncentrátum, hogy olyan koncert élményeket írjatok meg, amiről szívetek szerint vagy kijöttetek volna, vagy ki is jöttetek, vagy visszakértétek volna a pénzt. Hát rengeteg hozzászólás. És van egyébként szemtanunk is, aki ott volt ezen az ominózus előadáson, mert hogy ő nagy balett kedvelő. Most elmondja rögtön, hogy mi is történt egészen pontosan. Találtam neked Flatlit. Köszönöm szépen. Jó. Küld át. A hétvégén megnézem. Csak mondom, hogy mindjárt bejátszok neked. Na, jön a hallgatónk? Itt van. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggelt, Éva vagyok Vácról. Hello, Éva, na, szia. Ott voltál? Igen, ott voltam sajnálatos módon, hát ez néhány élmény, jó, egy pár apróság. Első között értünk be a terembe, a lányomnak hatalmas álma volt az, hogy ő láthassa Hagyjuk Tavát, és orosz balett, úristen, micsoda fantasztikus produkció. Hát első között mentünk be, és mondtam a hölgynek, aki ott állt, egy kis hostess hölgynek, hogy itt parom hideg van. És akkor közölte velem, hogy de teltház lesz, és bemelegszik. Mennyibe került a jel, csak hogy tudjuk nagyságrendileg, hogy... 13.990 forint plusz 800 forint kezelési költség. Hát plusz, ugye voltak, hát akik több száz kilométerről jöttek. De kettőtöknek azért ez egy 30 ezeres kis mulatság volt. Uh-huh. Keményen belekerült egy 50-esbe utazással, stb. Mindennel együtt. Na nem is ez a lényeg, hanem bementünk, szólt a jazz. Ez már egy picit furcsa volt, hogy egy komoly zenei, komoly előadásnál jazz zene szól. Oké. Okay. Elkezdődött, tehát körülbelül semmi nem az volt, mint amit vártunk. Ez egy ilyen vásári Barbie komédia volt konkrétan. El szeretném mondani azt is, hogy a balettművészek, és ezt most nagyon erősen idézőjelbe tettem, piszkosul nem úgy néztek ki, mint a balettosokat, ahogy mi elképzeljük. Mesélj, légy a Kövér Varázslóról, nekem ő a kedvenc karakter. Árkadi Potterről. A Kövér Varázslóról nagyon szívesen mesélek, mert őt nem tudtam eldönteni, hogy tulajdonképpen mi akar lenni. Fekete hattyú, Kövér Varázsló, vagy Elvis imitátor. Nagyon lesz. Igen, vagy egy betolt kellékes, mert hogy a varázsló lemondta a koncertet fél órával a kezdés előtt. És Józsi betolt. Figyelj, és az volt a legdurvább az egészben, hogy ennek az Elvis imitátornak egyetlen jól begyakorolt mozdulata volt, amikor a félig felemelt karját kinyújtotta, és én mindig azt vártam ilyenkor, hogy elkiabálja magát, hogy produkció. Nagyon szeretem, Zsiri bá. Figyelj, konkrétan én azt gondolom, hogy ez az egész egy második osztályos balettiskolások fél éves vizsgaelőadásának tökéletesen megfelelt, egyébként viszont kritikán aluli volt. Tehát az, hogy a szünetbe a függőny lemeneltekor, ami persze elakadt, mert miért működne normálisan. Nem mondhatom, hogy elakadt a függőny. Jézus, elakadt a függőny, gyönyörűen be lehetett látni oldalt, lehetett látni a technikai személyzetet, és amikor egyszer a függőny elakadt, akkor beragadt egy matkós bát. Aki valami kellékes, ja, lehetett ne. Ott, vagy díszletrendező. Ez most már az egész mondom, olyan, mint valami nagyon trippes, ilyen nagyon durva amszterdami színház. Figyelj, én attól tartok, hogy ez nem a Hagyjuk Tava volt, hanem a Hagyjuk Tava paródia előadásra váltottunk igen komoly pénzekért jegyeket. Tehát reklamáltunk, gyönyörűen láttam az előttem ülő hölgy fejét, igazán egy felemelő érzés volt, de szóval nem tudom kifejezni a felháborodásomat, ugye megalakult egy Facebook csoport erre, és mindenki próbál bizonyos helyeken reklamálni, sajnálatos módon, aki nem volt olyan szerencsés, hogy a szünetben vagy előadás közben fölállt és kiment és reklamált a jegyet, nekünk úgy tűnik, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy visszakapjuk a jegyárat. Igen, és ez a szörnyű, hogy az ember azért sok pénzt fizet ki tényleg, és ráadásul balettet
tényleg az megy, aki szereti a balettet, aki szeret színházba járni, aki szereti művelt. A kultúrát, aki művelt, aki műértő. Szóval, hogy a balettre tényleg olyan emberek mennek el, akik vagy nagyon mazoisták, vagy tényleg nagyon szeretik, és értik a kultúrát, és hát magas színvonalon szeretik azt nézni. A balettet nem szabad megcsúfolni, ott egy rossz mozdulat, és oda a varázs. Tehát a balett pont az, ahol mindennek nagyon tökéletesnek kell lennie. Figyelj, mi csodát vártunk, de a Hagyjuk Tovább, mi kaptuk az iszapot konkrétan. Tehát óriási vagy. Atya Isten, és kivártátok, hogy hát ha jobb lesz? Mit csinál az ember? Vagy a felén azt, hogy gyere, lányom, menjünk, hát ez szörnyű, vagy majd azt gondolod, hogy hát ha javul? Bíztam benne, hogy hát ha javul, és egyszer csak mit tudom, én fölébredek ebből a rémálomból, vagy ők megrázzák magukat, és nem csak ez a produkciós mozdulat lett, hogy az összekapaszkodott táncosok nem egymást fogják lögdösni, tehát nekem ez megdöbbentő volt. Tehát én a lányomnak karácsonyra vettem a jegyeket, hogy egy olyan kulturális élményben legyen részünk, ami húha. És mondta neki, hogy kislányom, ezt felejtsd el, a balett nem ez. Felejtsd el, elviszlek egyszer egy normális balett előadás. A szegény, igen, hát ő ezt várta. Figyelj, ahogy hazaértünk, abban a másodpercben elkezdtük keresni az operaháznál, hogy mikor milyen balett előadások vannak. Tehát még egyszer én ilyennek nagy valószínűséggel nem dőlök be. Nagyon remélem, hogy mások sem fognak bedőlni. Csak azt gondolom, hogy a szervezőknek is azért iszonyatos nagy propagandája volt ennek az egésznek, hatalmas reklámja, tehát mindenki a csodát várta. Hát meg az oroszok, ugye a híres moszkvai, hát a híres balett, balett, hát nyilván mész. Persze. Igen, hát most kiderült, hogy ők nem oroszok voltak, de ettől még lehet az orosz balett. Én a kövér varázslót nagyon szeretem. Nekem ő a kedvenc karakterem az egészben. Nyilván ez egy baromi rossz helyzet, persze értem, de a kövér varázsló, őt oda bedobták. Ő nem akar táncolni, mondta, hogy nem, őt betolták. Neki egyébként volt egy szóló része Arkadyi Potternek? Igen, a produkciós mozdulatok az mind az övé volt, tehát az mind az övé. Azt a mindenit. És a színpadon Arkadiy Potter és Tanya Granger. Igen, de tudod, az volt a gáz, amikor konkrétan láttuk a hercegnek az arcán, hogy képtelen fölemelni a balerinát. De király! Úristen, most megkezdem sajnálni, hogy nem voltam. Már azt láttad, hogy már az emelés előtt megvan ilyen, de hogy úristen, vajon fel tudom emelni. Hát nem, fölemelt aztán, gyorsan le is tette, tehát azért ez nagyon gáz volt. Atya úristen, de nem lehet, hogy az oroszok lemondták, és a szervezők meg azt mondták, hogy gyerekek, nem éghetünk be. Gyorsan odahívtak 20 embert, üzbék bábusokat, ukrán néptáncosokat, és próbálták menteni, ami menthető. Hát figyelj, hogyha kiírták volna azt, hogy betegség miatt az előadás elmaradni, talán az is kellemesebben érintett volna bennünket, mint ez a paródia. Igen. Egyébként a rossz látású viszonyokat vasárnap úgy próbálták ellensúlyozni, kérlek szépen, hogy kivetítőket helyeztek el. Na most azért jönnek ám a kommentek, hogy aki tévén vagy moziba akarja megnézni a balettet, az nem fog 14-15 ezer forintért jegyet venni. Raktak a színpad mellé. Igen. Atya Isten. Nem volt nagy balett szakértő azért, aki ezt megpróbálta egy elhozni. Szakmailag mennyire jó, vagy mennyire nem, az nem az én dolgom megítélni. Én, mint közönség, nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy csalódás volt. Hát reméljük, hogy egyszer sikerül eljutni egy jobbra. Vannak sorstársai, látjuk az SMS-eket, nagyon sokan ott voltak ezen az előadáson. Igen. Éva, köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm a lehetőséget. Hello. Igen, csak ugye hát a betegségre hivatkoznak, akkor viszont ugye vissza kell adni a pénzt, tehát az viszont nem jó. Nem jó biznisz. Lehet, hogy a táncosok elakadtak valahol a hóban, és csak a műszakért ide a díszletépítők, hogy gyerzsen csak a figyelj. Igor, nem vagy beugróra. Túl súlyos vagy, de te leszel a varázslóban, hogy gyere be táncolj, vagy mindegy mit csinálj, csak mentsük meg az egész szegény Igor, meg kiszabinyába próbálta menteni, ami menthető. Nem tudom, hogy nem csak próbáld meg. Basszus, világosító vagyok, leszarom, emeld meg. Nagyon jó, óriási. Na nézzük, mit érnek a hallgatóink, ugye a kérdés az volt, hogy ki milyen előadások, koncertről kérné vissza a pénzt, ha tehetné, ki milyen szörnyűséget látott. Azt mondja, hogy egyszer voltunk a Nemzetiben, a Carmina Burana modern feldolgozásában, a táncosok fűszoknyában táncoltak, az első három sor fullatozott, azt már köhögő rohamot kapott köztük én is. Ez jó. Anita küldte nekünk. Azt mondja, hogy Faust az operában múlt héten 16. századi műiszonyat modern változatban, selfie-bot Faust kezében, golfpályán, főszereplők a diszkóban, mindez 15 000-ért, teljes elmezavar, így van. Azt mondja, hogy 4 éve voltunk a Szimában Michael Jackson tribute előadáson. Az imitátor olyan botrányos volt, hogy a közönség 30 perc után elkezdett hangosan felhördülni. A közönség soraiban volt egy színesbőrű táncos srác, aki elkezdett improvizálni, majd a nézők köré gyűlt.
Mindenki őt nézte ki. Az legenda. Az milyen? Az legendás. Megy a színpadi előadás, és bent a közé. Igen. És volt egy irgalmatlan. A kis Jacko iszonyatosan mumbolkozik, és mindenki őt nézi. Jobb volt, mint az imitátor. Ennyi. Mi az, miért már ott lát? Hol ott? Ott? Nem. Gyere már, menj már közelebb. Gyere, nézd már, hogy gyere, király. A közönség éjjelzett, táncolt és énekelt a Jackson számukra, és a színpadnak háttal ünnepelt az önjelölt magyar Michael Jackson. De akik a hosszas e-mailezés után a jegyek árát visszakaptuk. A színpad mit gondolhatott, hogy nagyon nyomod, és azt látod, hogy egy kicsit letáncolt téged? Hogy kicsit előrébb jössz, meg tudod, elvakítanak a lámpák, hogy egy eltakarod a szemed, és nézed, hogy mi történik ott hátul. Mert látod, hogy valaki jobban nyomja, mint te a színpadon. Igen. Képzeld el. A legrosszabb élményem egy cirkuszi előadás volt, ezt mondjuk én tökéletesen megértem. A bohóc volt az idomár, a popcorn árus, a poronmester és a zsonglőr. A habatortán, hogy az előadás felén leszakadt a tribün egy része. Nem. Átültették az emberek. Jézus. Akkor esett le, hogy miért nincs itt teltház. A gyerek meg azóta is mesél, hogy látta valahol ilyen utazó cirkusz. Hogy milyen volt, pedig csak 4 éves volt akkor. Na, de megmaradt az élmény. Igen. Azt mondja, hogy fővárosi nagycirkusz abba előadás minden magyar nyelven. Feke Pál jelenete az, hogy átrepüli a színpadot, de konkrétan végighúzták a színpadot. Mindez oroszlán szakban ülve, sajnik Ja, Isten. Sziasztok, színházban dolgozom. Egyszer egy tájelőadáson a hangbejátszó laptopunk meghibásodott a darab elején. Végig sipolt az előadás. Sajnos nem volt nálunk tartalék, úgyhogy így ment le. Nem tudom, hogy volt-e panasz, de elég ciki volt. Ennio Morricone koncert hangosítása annyira gyalázatos volt, hogy a nézőtér hátsó feléből folyamatosan szálingoztak ki a vendégek, mint a YouTube-on néztük volna a másik sok ezer emberre, de legalább a YouTube-on valamit láttunk volna, illetve nem kellett volna bezsúfolódnunk egy olyan széksorba, ahol mindenki vállal, csak oldalazva fér el. 32 000-es jegyárak voltak. A büfében dobozos kolát és popcorn lehetett csak kapni. Csodálatos volt. Michael Jackson tribute írják többen, igen. Állítólag Jacko leghíresebb imitátorával. Igazából egy rizsporra leöntött csávót átokott a színpadon, és úgy mumbókolt, mint a szomszédasszony. Azt hittem, kitépem a hajam, hogy fizettünk érte. Ez a nagy felismerés, amikor elmész, jót vársz. Igen, uh-huh. Ezért már sokszor elmeséltem a David Copperfield előadását. Igen, de hogyha vannak szórakoztató momentumok, és tudsz röhögni, akkor még talán valamennyire gyógyír. Hát emlékeztek, volt az a, nem is tudom, hogyha rosszul mondok, elnézést kérek tőle, de egy David Merlini fellépésnél volt az, hogy leeresztették föntről, mert egy ilyen Mission Impossible jelentet akart eladni. Leeresztették, csak aztán elfelejtették lakasztani, és ugye nem bírta a hátizomból tartani magát, és idő után lógott, mint az aranygyapjas rend. Szépen föltfogva. Igen, föltfogva így szépen széttett kezekkel, hogy és egy darabig bírta is, csak ezt nem akasztották le, és így kezdett így elfáradni, és így, mint a pozsonyi kifli. Kicsit tudod, megfáradt. Így behajlott. Átment kifli, igen. Csalódás nekem az Ossian koncert volt, Ernő többször is elfejtett a szöveget, annyira részeg volt, a társa nem győzött elnézést kérni a közönségtől, azóta nem mentem, Sziszi küldte nekünk. Jó, de ő Endre egyébként. Egyébként. Hát jó, most ezek után nem ilyen a repatatúrgyám. Nekem a legszörnyűbb az volt, amikor fejjel lefelé adták a filmet a Kőbánya moziban. Az is kemény lehet. Ott mit csinál? Egy darabig kiabász. Gépész bácsi, gépész bácsi. És az Istennek nem akarja megfordítani. Charlie koncert előtt eldőlt a mikrofonálvány, lazán lábbal fel akart állítani, rátaposott az aljára, az mint a gerebje egy szájba verte. Hát Charlie csak elfélteni. Kedvelem egyébként, nagyon, nagyon kiváló, kiváló előadó. Áron egyébként a Kovács Áron most itt, ő ott volt azon a Jack von. Ott volt, és látta. Ő táncolt. Igen. 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 Ő volt az imitátor, és mindenki körbeállta. És mondták, nyomjad még Áron, nyomjad még. Kb. 10 évvel ezelőtt volt egy Liza Minnelli koncert, amire kb. 20 000 volt a jegy. Semmit nem lehetett belőle látni, mert Liza nem tudott a koncertről. Áttörés volt az egészre. Emlékeztek tényleg? Volt egy ilyen Guns koncert, meg Liza Minnelli koncert is. A Guns koncertet valami repülőtérre szervezték meg. Igen, és a kidőző zenekar nem tud róla. Igen. Vártak őket, vártak, de nem jött. Vörös Csillag moziban a Die Hard 3 vetítése 2-szer megszakadt, persze akció közben, vagy 5 perce, kiderült, hogy ez egy kópia van csak, de az Atrium mozival párhuzamos a vetítés, a következő darab meg még nem jött meg, mert villamossal hozták. Ez zseniális. De egy pillanat késik, nagyon a hatas villamos, mindjárt folytatjuk. A pénzt visszaadták. Jó, de ez annyira szockó. János Vitéz őszülő Jancsival, 50 fölötti Illuskával. Kiábránító volt a József Attila szint. Hát jó, hát most...
Hát na, hát mi idősebb. Jó, hát na, hát most 50 fölötti volt az Illuska. Jó Granny-ként is megnézed Illuskát. A szerelem örök, azt akarták vele üzenni. És a gonosz most a fiatalabb volt, mint Illuska. Azt mondja, hogy... Nagyon jó hírem van, bocsánat, hogy keresed az SMS-t. A Royal Russian Ballet, mert őket így hívják, ha valaki nagyon kíváncsi rá, holnap még Pécsen, és aztán Debrecenben is ugyanez az előadás. Igen, lesz. Én elmegyek a Kövér Varázslót, Pécsi komolyan megnézem. És Debreceni. Sok sikert annak, aki elmegy. Szegények. Ja, és nagyon szellemes SMS-ek vannak, nagyon szeretem. Madonna koncertet írják meg sokan, hogy egy nagyon nagy átvágás volt, késve jött, szakadt az eső, mondjuk hát, arról nyilván nem tett. Igen. De mi koncert a 80-as években, azt hiszem Balaton volt, megjelent Rózsi, szegényként már nem volt szomjas a színpadon, bezuhant a színpad elé. Itt vége is volt, hazamentünk. Rózsit elvitte a ment. De ugye egy hangnem volt. Jó estét, Balaton! Kész. Viszi a mentő, és te ott állsz hülye, hogy hát legalább egy számot. Legalább, nem tudom, mit nyomjuk már le. Északi partciklás. És elviszi a mentő, és kész, és így állsz hülye, hogy hát ez rövid volt. Rövid volt? Na, menjünk. Vigyünk valami. Úristen, Ossian koncerten elfelejtett az énekes a szöveget, olyan lálálával próbálta helyesíteni a hiányzó szavukat, három számukat ismételték meg a koncert. Elfelejtették, hogy mit játszottak? Persze, valószínű? De ez egy nagyon klasszik, nagyon igen? Klasszik. Szegény Endre ezt hallgatja már tízé. Hát. De azért méltatlan egy picit a dolog, mert tudjuk nagyon jól, hogy a rock and roll szférában ez azért... Jó, azért három számmal alatt lalalázni azért az picit erős. Az a lalalala, elfelejtett a saját szövegedet, szerintem az picit erős. És nem lalalázott, hanem megpróbálta hát egy halandzsa nyelven pótolni a hiányzó szövegre. Ilyenek a repatatúrgyán ezek mentek. Feri, szégyeld magad. Jó, ne haragudj, hát ez volt. Ez 9 óra után meghallgatjuk. Erre kíváncsi, hogy én ezt nem hallottam. Én elhatárolódom. Ossian Debrecen Paksi benyomva, mint a rajszög. Itt van. Egyébként tényleg jó zenész. Karamell Craig David koncert, nem is együtt léptek föl egymás után, hatalmas csalódás volt. De legalább együtt voltak. Őket úgy hirdették, hogy Karamell Craig David le? Nem tudom, hogy azt hogy együtt... Azt nem biztos, hogy mondták, azt igen. Nem szerintem. Na jó. Ja, hát nagyon szerettem ezeket az SMS-eket. Jó van. Köszönjük szépen, köszönjük. Most olyan vagyok, mint az Ossian énekes. Köszönjük. Lalalala. Mutatjuk, mi a beugró, jó? Mit kell kitalálni, figyeljen mindenki. Na jön is. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Hát igen, drága hallgatók, a lecke fel van adva. Jó, írjátok meg, 2 darab dalcím, 2 darab előadó, mit hallottunk, ha valaki szeretne játszani, írja meg a megoldást, mi pedig jövünk a hírek után. Ha van kérdés, akkor küldjétek, mert hogy péntek van, kérdés-válasz óránkhoz érkeztünk, úgyhogy ha bármiben tudunk segíteni, megválaszolni, vagy úgy gondoljátok, hogy mi tudunk rá valamilyen választ adni, akkor tegyétek fel azt a bizonyos nagy kérdést, jó? Jövünk ezzel majd a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, csak megvártam, amíg kitapsolja magát a közönség. Hát persze, ez jár neki. Jár. Így van. Ne hagyjuk, hogy ők ne tapsoljanak. Tehát ezt engedjük meg nekik, hogy kitapsolják magukat, és utána. Tök jó. Meg hát, ha esetleg a következő balettelődásnak szervezői szeretnék rögzíteni a tapsot, ha elmarad, vajon, akkor legyen. Vajon ebben a pillanatban most így, 9 óra után 9 perce, mit csinál a kövér varázsló? Hol van most, és mit csinál? Ebben a pillanatban Arkegyi Potter kocsonyát eszik. A kontinentális reggeliért vagy az a győri szállodájában, mert hogy ma este ott lép meg föl. Jaj, nagyon szerettem. Nyilván nem jó más ember kárán nevetni, és ez nem is erről szól, de ahogy nekünk ezt a hallgató elmondta, hogy ez milyen lehetett, kicsit ott voltunk az előadáson. De tényleg, nem? Tehát, hogy Éva ezt elmesélte, ez tényleg, mint az orosz balett paródiáját láthattuk, hallottuk volna. Komolyan mondom, néha tényleg azt érzem, hogy átok ül rajtunk, de tényleg. 2016-ban ez még megtörtént, mert hogyha azt mondod, hogy valamikor mit tudom, a rendszerváltás környéke, korábban idejött egy világsztár, aztán haknizott egy jót, és utána pedig hazament, felnyalta a pénz, sikakasza léc, akkor azt mondod, hogy na jó, oké, de 2016-ban. Igen, ez most már elmúlt. És olyan sok embert megvezettek ezzel, igen. Király, ez a Steve Wonder szám, Harry, köszönjük szépen. Ez már egy hagyomány nálunk, hogy sokan reagálnak az elhangzott zenékre. Na, azt mondja, hogy Hortobányon a 33-ason a harckocsi mellett mérnek. Ezt Sándor küldte nekünk, köszönjük szépen.
aztán azt nézem még, hogy lerohadt alfa pákozz előtt az M7-esen. Feri, te vagy az? Biztos nem. Több oka is van, az enyém nem rohadt még le soha. És tartja is magát, másrészt meg itt ülök, és itt áll az autó. Ha csak nem vitt el valami. Hát ha csak nem vitték el, és Pákozik jutottak, igen, mert ott lépett életbe a immobilizered, ott ért magához. Nem a kis gazdám vezet. Igen, M7-es Budapest letenye akadály és szervmentes, aloha. Nagy Berki belterületén éberék elektronikus bulit tartanak, Rumc Ice küldte nekünk. Aztán Szabad Egyházán nemzetközi hatóság, Puder írta nekünk, ez a 62-es úton van, és a Bécsi úton a Selmeci és a Kisszeli utca között rendőr plusz kamera, Vili vezető néni írta nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Mit akartál mondani, hogy most van ez, ami van? Vagy mit, valamit elkezdtél, nem kezdtél el? Semmit? Mindegy? Mindegy. Az már régen volt? Engedjük-e. Engedjük-e, hiszen annyi jó kérdés érkezett hozzánk. Hála Istenem. Bizonyám. Köszönjük szépen. Gyerekek, mindenkinek bevert az öblítő. Csak mondjuk el, aki korán reggel hallgatta bennünket, tegnap éjszakai takarítás volt a stúdióban. Kaptunk egy vegyi támadást. És nagyon köszönjük, és nagyon tiszták, és szépek vagyunk, és hát abszolút ránk fér, de tényleg csak olyan magas a koncentrációja most ennek az öblítőnek, hogy tényleg az ember nagyobbat nevet, ha ilyen légbuborékok, vagy ilyen kis szapabuborékok jönnek ki a szájából. Janinak már kettős látásában. Félek, csak mondom, hogy Feri háromszor leesett a székről. Az USA az ilyen anyagok miatt rohant el annak idején Saddam Hussein. Az a szag nem öblítő, Bali. Ferinek a kabátban maradt a naftalina. Az öreg ember, mi? Gyerekek, lassan két 50-esen üldögélek itt. Mi a fene tudja? Érted? Várak, fák, bolyhostölgyek, márciusi húsvét láz a locsolás miatt, nem tudom. De szép ünnep lesz. Az szép lesz. És ez milyen jó, kimarad most neked. Már az abálás része. Úgy értem. Eltetetem. Nyárra. Az most neked nem lesz. Na, belevágunk akkor? Mehet. Hajrá, hajrá. Jöjjön a kérdés válasz órája? Tessék, csináljuk. Parancsolj. Ja, csak dinamikusan. Találod a szignált. Csak titánosan. Csak titánosan. Kérdezz, felelünk. Ez az őszinteség órája. Ez csak nekem szólt monóba? Ennyi. Vagy neked is monóban? Ne üssétek a rádiótokat, ez nálunk is monóban szólt. Zsül, ad ide a bal kezedet, hadd vágjam le. Már levágtad a múlt héten. Az is, akkor ad ide a bal besédet. Hagyd szedjem ki. Monóban szóltunk. Na, oké. Hova mész, Zsül? Milyen? Új munkát keres? Süllyedőhajóról menekülsz. Mi? Te is tárul. Itt hagysz minket még idő előtt. Mi? Na, azt mondja, hogy Antal Vali rovata miért nincs két hete csütörtökönként. Puszi, Reni. Reni, ez egy nagyon jó meglátás. Köszönjük, hogy szólsz, mi nem vettük észre, úgyhogy nem. Nyilván abszolút nincs, megszűnt a rovat. Úgy gondoltuk Valival kapcsolatban, hogy elmondott mindent a nagyobb témaköröket, illetően amit el lehetett, átbeszéltek a tusfürdőket, szappanokat, parfümöket, illóolajokat. Volt itt azért néhányszor, és azt gondoljuk, hogy ebben igazából kimerült ez a dolog, és mondtuk neki, hogy köszönjük szépen. Rövidebb együttműködés volt, de nagyon hasznos volt, mi Valitól elköszöntjük. Mindent átni. Fogkrémek is voltak. Fogkrémekről beszélgettünk. Már egy-egy téma lehet, hogy visszaköszönt volna, és ezért döntöttünk úgy, hogy Valitól elköszönünk. Azt szeretném kérdezni, hogy a vendégek tiszteletdíjat kérnek, hogy ingyen jönnek hozzátok. Bali, a múltkor mondta Gyulinak, hogy van egy csoport, akik érdemben foglalkoznak az előző életekkel, és nem szélhámosok. Köszi nektek. Hogyha hozzánk vendég jön, azért fizetünk? Igen. Ez a kérdés? Segítsetek. Ez én úgy érzem, hogy ezt szeretné tudni. A hallgató, a válasz rövid lesz. A válasz rövid lesz, nem fizetünk senkinek. Elég az a hírnév, amit itt megszereznek. Igen, tehát hogy ez egy közös dolog, egy közös érdek. Nyilván ő tud arról beszélni, amiért meghívjuk. Nekünk pedig jó, hogy ő erről beszél. Vannak műsorok, de inkább tévéműsorok, ahol fizetnek a vendégeknek, kapnak tiszteletdíjat, ha elmennek egy műsorba, a talkshowba, ide-oda szerepelni. Hát mit gondoltok, hogy Jani miért van annyit a gyertek át szombat estére? Meg is mond. Bali, gyere meg, hívjál meg. Visszahoztok, ahogy szoktam. Visszahoztok, ahogy szoktam. Engem. Na, azt mondja, hogy Bali, hová lett Momo? Nem, Momo eltűnt. Hát Momo egy popstár volt. Ja, Momo egy popstár volt 1991-ben. Hát, én akkor balaktam az általános iskolában. Momo egy popstár volt, így van. Igen. Magyar popstár? Aha. Igen, és nagyon féltékeny voltam rá, mert az akkori lány, akiben szerelmes voltam, ő szerelmes volt Momóba. És azért passzolt le engem, mert azt mondta, hogy ő Momót szereti. Föltudtad az út ezt dolgozni? Értitek már, hogy mennyi ez a sok frusztráltság bennem? Már 14-es koromban dobtak Momó miatt. Azt mondja, olvassátok az SMS-et, hogy tudjam, le vagyok-e tiltva, rengeteg SMS-t küldök, és még soha nem olvastátok be, köszi Barbie.
Le vagy tiltva, Barbie, ez most a letiltott SMS-ek közül lett beolvassa. Úgyhogy nem vagy letiltva, ne legyetek paranoiások, azért sokan nincsenek letiltva. Ahhoz nagyon durvát kell írni, meg nagyon kell személyeskedni, meg hosszú időn keresztül kell bennünket próbára tenni. De nem volt. Mit akartam mondani? Hogy valaki nem volt letiltva és beolvasta. Nem, ja, nem tudom, mit akartam mondani, csak mondom, hogy okay. Kis macikat látok magam előtt, és habzik a szám, és táncolnak már. Táncolom macinek, látok egy rózsaszín műanyagbödönök, egy gyerekek, annyira erős az öbbi tőled. A macik, mert belesimulnak olyan kicsit olyan szexuális jelleggel, mindenféle ilyen puha törölközőkben. Fura dolgokat látok magam előtt. Szóval, hogy nagyon sok SMS-t kapunk, és nagyon sok mindenki nincs beolvasva, sőt, több mindenki nincs beolvasva, mint aki be van. Mert ugye egy adás alatt sokszor elmondjuk, hát több ezer SMS jön, úgyhogy inkább nincsenek beolvasó hallgatói mindenhol. Van, akit ne direkt nem olvasunk be, mert annyira tuskóiket én rögtön fekete listára rakom, de nagyon sokan vannak, akiket tényleg időhiányában nem tudom. Igen. Vagy tudjuk beolvasni sajnos. Igen. Miért nem vagytok a Hunada klipben, jó lett volna titeket is látni benne? A klip egyébként tényleg van, Peti megcsinálta. Peti nagyon drága volt, megkérdezett bennünket, hogy akarunk-e benne lenni, és akkor mi időhiányra hivatkozva, mindig hazugság volt. Igen, hát a jogokkal együtt mondtuk le a lehetőséget. Nyilván abszolút hazudtunk még mindig, ha Peti megkér minket bármire. Ne, kedvelik, szeretjük, akkor azt nem tudtuk elvállalni. De egyben egyébként még a jogdíjakról is lemondtunk. Úgyhogy ő keres vele csak és kizárólag. Igen. Azt mondja, hogy barátom, mert elég nagy hullámvölgybe kerültünk, nagyon szeretném, és nem akarom elveszteni, mit tegyek szerintetek, hogy javuljon a helyzet, légy segítsetek. Hát ez azért ez egy picit szerintem túl általános. Tehát ez egy ilyen két sor után azért nehéz segíteni. Nem tudjuk, hogy mi a probléma, mi a baja neki. Mi még a csermen sem tudnám megmondani, hogy simán. Ennyiből. Ezt nem. Tehát így nehéz. Nem? Hát csak közhelyeket tudsz mondani. Le is beszéljétek igen, meg, ez, mi a baj. Igen. Meg lehet, hogy a csernok csak annyit mondani, hogy borászkodj. Borászkodj. Igen, borászkodj. Ő most borászkodik? Igen. Nagyon szép kis, hogy szokták ezt mondani, nagyon kis szép kis szőlője, meg birtoka van. Igen, és jó a bor is, és nagyon jó egyébként a névválasztás a borokhoz. Tehát ilyeneket adott neki, hogy lelki fröccs. Tényleg, ami az ő szakmájához illik. Igen, ő is fogta a sátorfáját, aztán elköltözött Eger mellé valahol. Eger mellett lakik. Ja. Ugye? Ott. Hát ott volt egy kis anyuval, egy kis probléma. Igen, ezért mondtam, hogy is a borászkodásról oldotta meg a igen, igen. Ja, hogy elvált? El. Hát ott komoly ilyen késelésig menő vita volt, egy darabig írták ezt a bulvár újságban. Az kemény. Már hogy anyu emelt állítólag fegyvert. Jézusom. És akkor ezt... De ezt ő nyilatkozta is, hogy mindenki máson próbált segíteni, közben nem vette észre a saját problémáit. Uh-huh. A csernus. Hmm. Egy 5 éves és egy 10 hónapos gyerekkel tervezünk nyaralni menni a Magyar Velencébe. Mik a buktatója két gyerekkel történő nyaralásnak? Feri, mit érdemes enni a Velencei tónál? A két gyereket tőled kérdezik, a buktatót? Az a durva, hogy igen, egy 5 éves és egy 10 hónapos, én most voltam egy 6 évessel és egy 12 hónapossal, tehát nagyjából ugyanaz a helyzet. Mi a buktatója? Tulajdonképpen minden. De tényleg, tehát hogy ennek ellenére nagyon szép és nagyon jó, hogy az ember a családjával és a gyerekével nyaral, hát a pihenés része az elmaradt. Tehát szerintem két gyerekkel nyaralni, főleg ha ilyen kicsik, az állandó meló. Egyrészt nem tudsz kikapcsolni, mert víz mellett van, beleesik, ide megy, oda megy, belelép, sír, altatod, beteszed, kiveszed. A nagyobbat közben szórakoztatod. Tehát amikor este nálunk most a két gyerek itt 10 óra környékén lefeküdt, és így elcsendesedettek. És volt egy ismerete is. Így kifújod a levegőt, megfogod a telefonodat, és túsz 10 percet internetezni, és azt gondolod, hogy és akkor anya kimegy mondjuk a konyhába, és egy picit így ennyi zörgés van. És tudod, hogy van 10-től 11-ig egy órád, amikor csönd van. Amikor nem fog felébredni. A két-három gyereke szülők tudják, hogy milyen az, amikor a házban, a lakásban beáll a csönd. Hogy az mennyire tud hiányozni. Megfizethetetlen. Ugyanakkor meg nagyon nagy élmény, mert látod a 10 hónapos, 12 hónapos gyereket kinyílni, dolgokat látni, gügyögni, beszélni, először vízbe menni. Tehát közben meg olyan tapasztalat az ember, amit meg kellene kihagyni. Úgyhogy mindenképpen érdemes belevágni. Hát melós. Szerintem még ebben a korban a nyaralás az inkább melóról szól, sem mint arról, az ember vidáman újságot olvas a parton. Hát azt még egy darabig, az meg 14 fölött jön. El, illetve már nagyon várom én is az első iskolai tábort, amikor mind a kettőt oda be tud lökni egy hétre. Igen. Én például most úgy jöttem, azért nagyon kipihent voltam fizikailag, idegileg voltam nagyon fáradt. Mert az állandó jelenlét, ugye, ha te két gyerekkel vagy, akkor vagy iskolában, vagy óvodában van, bölcsiben van, tehát már azért napközben valaki segít. Ugye, most 10 hónapos még nyilván nem. De ott másfél héten keresztül ugye két gyerekre állandóan minden lépésben figyelsz. De csak azt, hogy ott egy lejtőben leesik, elindult a lépcső felé, hogy hol a szandálja, hogy bele ne fulladjon a víz.
vízbe, és egyszerűen agyilag fáradsz el. Fizikailag közben tudsz pihenni, persze, mert nagyokat alszol, meg nem tudom, csak agyilag baromi fáradsz. Játszol a gyerekekkel, az is jó. Sétálsz velük, az is de jó. Minden de minden a 10 hónaposnál, ha főleg elindul, hát amíg nem jár 10 hónaposan, az nem, akkor még fekszik, az könnyebb, de amikor elindul és kitágul a világ, állandó veszélyforrás. Miben nyúl, mit teszik meg, mit vesz a szájába? Hát 10 percenkénti pánikról. Nem jön így? De, hogy ne, persze. Pár év múlva kirepülnek a gyerekek. Én csak azt tudom nektek mondani, hogy tényleg most a gyerektervezés fázisában vagytok, akkor inkább mozi egy. De azért van annyi a gyereknek, hogy vigyázzon rá. Egy gyerek nem gyerek, mióta két gyerek van, én ezt mondom. Ha valaki gondolkozik... De mit tudhatnám? Egyébként nem. Ha valaki gondolkozik, hogy egy gyereknél megálljon, az egy gyerek, az nyugalom. A két gyerek állandó káosz, viszont lesz egy tesója. Lesz egy tesója, ami hosszú távon ugye nyilván kifizetődő, meg lekötik egymást, meg játszanak, de a két gyerek az nem kétszer egy. Így van. A két gyerek nem kétszer egy, azt szerintem a háromszorosa vagy a négyszerese. Az az állandó káosz. Kettő öltözik, szanaszét megy, hova megy, ide vid, oda vid. Brutál káosz. De háromnál megállítólag lehet, hogy rosszul menedzseljük, nem tudom. Tessék? Háromnál megállítólag fordul. Mi fordul? Hát az, hogy azt mondom, hogy a két gyerek az nem kétszer egy, de a harmadik az meg már olyan szépen összeáll a három, jó, hogy ott már alig lesz akkor vele dolgod. Akkor kísérletezek. Nem, tényleg. És a négy gyerek, hát ez meg a legcsodálatosabb. A négy gyerek az már tényleg, az már 4 pontos biztonsági zár a kalitkádon. Igen. Azt már senki nem nyitja. Én azt mondom, hogy igen, a két gyerek. A három le a kalappal, aki belevág és csinál egy harmadikat. Tehát, hogy egy gyerekkel viszont... Annyi jó film van most. Szeretném megkérdezni, hogy gyerekeitek szoktak-e titeket nézni a tévében, hallgatni a rádióban? Hogy kezeli? Köszi Gábor. Nálatok? Mit csodát, bocsánat, mert itt én még a Velencére vakadtam. Szoktak-e tévét nézni, vagy rádiót hallgatni, minket? Ja, nem. Én kifejezetten nem szeretem a dolgot. A rádió ugye ilyenkor kapkodás van reggel, alvást gyorsan föl kell menni iskolába, óvodába. Tévében most nem is vagy. Én nem, de amikor így voltam, akkor azt mondom, az nem zavar. Hát ez nem volt olyan műsor, nem, ez egy vízműsor. Semmi. Olyasmi nem volt, amit ne nézhetett volna meg. De például a rádiót se azért, mert mi úristen olyanokat mondunk, hogy abba az én gyerekem belepistulna, én ugyanezt mondom otthon is, meg ugyanígy mondom. Néhányan úgy gondolják, hogy olyanokat mondunk, de aztán mégsem mondunk olyanokat. Igen, de ők szólnak, igen. Aztán visszaszólnak, hogy mégsem mondunk olyanokat. Tehát, hogy... Kerestek, és aztán szólnak, hogy ja, mégsem. Igen, egész egyszerűen nem azért nem hallgatják ilyenkor a rádiót, mert úristen, nagyon veszélyes a Sebestyén Balázs, hanem azért, mert más dolguk van. Tehát négy, ha akarja, hallgassa. Na bum. Miért nálad nem lehet? Nem lehet apát megnézni este a szombat estébe? Hát, a szombat estét azt nagyon nem. Egyrészt később van kettő, azért az 16-os. Ja, az erős nem megy. Benni feltett lából egy vödör pattogatott kukoricával nézni az apját. Faten, de jó voltál! Annyira osztottad őket, csap bele! Pacsi, Faten, Pacsi, meg így nagyon nagyot kaptak. Hallod, öreg, akkora forma vagy. Nem, ő még pici. A rádióműsorban, amikor mennek az óvjóba, néha belehallgat, de rájöttem, hogy egy csomó mindent még félreértelmez a kis fejében. Tehát, hogy így 6 évesen még egy... De most... ez nem baj, ha van egy képe erről egyébként. Akkor van tegnap baj, azzal fogadott, hogy azt mondta a rádióműsorban a Feri, hogy ha a Benny rossz, akkor én verjek le neki egy Schallert. És miért nem mondtad, hogy igen, és igaz, paf! És ültünk a vacsorasztal, és mondom, Benny, nem mondott ilyet a Feri, és tényleg gondolkoztam azon, hogy mostanában beszéltünk-e ilyenről, hogy ha, és mondta, nem, ő tudja, hogy ő hallotta, hogy róla beszéltünk, és a Feri azt tanácsolta, hogy ők én verjek le neki egy Schallert, és most akkor én le akarok-e neki verni egy Schallert, tudod, hogy a villa megállt a kezembe, de nem akar a Feri teket se. Tehát valamit ő a kis agyába összetett. Tehát én, ha tudom, de akkor... miért hívtad el Annát? Anna, figyelj, Benny, egy pillanat. Anna, mondott olyat a Feri? Esetleg az ismétlésben nem volt a Szabink alatt? Igen. Szóval, hogy lehet, hogy még 6 évesen még nem biztos, hogy... Tehát máshogy teszik össze az ő kis fejükben, nem? Főleg, ha mondjuk szülőként hallgat. Gyermekkorom óta rettegettek a repüléstől. Első repülésem a szombati Marosvásárhely volt, ami visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre. Soha többet, Miki írta. És kérdezi, hogy nekünk van-e fóbiánk. Első repülése kényszerleszállást végrehajtani, az... Az kemény. Az nagyon kemény. Hát, figyeljetek, amikor én ugye nem sokat repültem, de én például, amit a legtöbben utának, ez a leszállás, felszállás, én azt élvezem a legjobban. Tehát, hogy én azt imádom. Nekem soha nem volt semmiféle fóbiám a repüléssel kapcsolatban. Még amennyit te repülsz, azból azért nem jön össze az de amikor repülök, viszont nagyon messzire repülök. Ez igaz. Akkor ugye abban Amerika... nem lesz aranykártya. Tehát igen. A törzsutas kedvezményt azért te nem nagyon tudod igénybe venni sehol. De amikor repülök, akkor 10 óra alatt meg se áll. Igen. Akkor viszont nagyot repülsz, igen. Balázs, 20 év múlva visszafordítanád az idő kerekét ezekért a pillanatokért egy két gyerekes, fiúgyerekes apa. Igen, ezt közben én is ezt gondolom, talán nem hangsúlyoztam eléggé visszatérve. Hát ezt nem lehet tudni, hiszen 20 év múlva lesz ez a pillanat. Majd beszéljünk róla akkor.
Nem, én ezt mondtam, hogy azért ezekről a pillanatokról közül meg lemaradni kár lenne. Tehát, hogy nagy meló, de az ember valami olyat kap, amit hiba lenne elmulasztani. Hármatok közül ki nem volt katona? Én. Kérdezi József, én se. Akkor ketten. Hát jó, János, nem mondj rá, se tudjuk, persze, szerencsétlenek, még erre is alkalmatlanok. Ezt lehet így is mondani, meg úgy is, hogy te még akkor a rossz végén álltál a Czóresznak, azt téged még bevittek egy évre értelmetlenkedni. Nem, 9 időszert előni, meg feküdni a pricsnim, meg nem tudom mit csinálni. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sokat. Balázsnál gondolom, hogy mit tudom én értelemből, hogy jó kultúros lett volna, Ferivel pedig a hattáp vesztett nagyon sokat. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy mind a kettőjükre. Nem volt kívánságműsor, tudod? Nem. Ez egyébként így működött volna, hogy a Balázs bemegy és azt mondja, hogy én leszek a könyvtáros kultúros, én azt mondom, hogy én meg szélesen meg a konyhára, az oké, de ez nem így működött, te is tudod nagyon jól. Tehát, hogy biztos, hogy a legalkalmatlanabb pozíciót kaptad meg, és hogyha a kocka, akkor azt ízig gurítottuk, a kör, akkor azt toltuk. Én tökéletesen értelmetlennek tartottam már az utolsó években. Megvan, nem így volt? Igen, így volt. Én örülök, hogy nem voltam. Én végignéztem a tesómat, hogy volt, cigizett, ivott, unatkozott. Az egy szellemi leépülés volt. Hát akkor neked tök felesleged volna a Feri. Én ezt megcsináltam akkor. Te már 6 évesen itt áll, hogy cigiztél. Ne, egyfajta szellemi leépülés volt. Én az út, lehet, hogy amikor a szüleink mentek, akkor még valóban volt igazi regula, meg akkor még megtanulták. Hát akkor két évre mentek. Két évre bementek, és akkor egy évig eljátszani óvodás katonást itt, meg ott mindenkinek ott tisztelegni, meg eljátszani, hogy most ez hú de jó. Szóval az utóbbi években már, amikor megszűnt, szerintem nagyon értelmetlen volt. És már akik csinálták is tudták, hogy fölösleges. Hogy fölösleges és semmi értelme. A hivatásos katonaságban viszont az tök jó, az van, meg a szükség is van rájuk, persze. Érte, tehát, hogy azok az emberek, hogy úgy érzik, hogy ők ebben tudják megtalálni az igazi énjüket, egyéniségüket, és hogy szolgálni szeretnék a hazát, az tiszteletre méltó, és le a kalappal előttük. Igen. Aztán még egy kérdés, Feri, csicsókkal is be lehet-e sűríteni a rántást? Be. Én nagyon szeretem az ilyen kérdéseit. Be lehet? Persze. Be lehet. Igen? Be. Oh. Csak nem lesz jó. Nem, ugyanúgy. Be lehet. Persze, működik abszolút. Miért kell valaki, ha valaki gluténérzékeny, és akkor csicsókkal is csinálja. Ha használj, de mondjuk, hogy ha például csinálsz borsófőzeléket, akkor úgy is besűrítheted, hogy a, mondjuk a negyedét összetúrmixolod, kiveszed, összetúrmixolod magát a borsószemeket, és azt forgatod és bele vissza. Igen, saját magával, és akkor nincs benne semmi. Tehát akkor nem is fog hizlalni, a liszt miatt nem is lesz glutén, semmi nem lesz. Igen. Én nem akarok kérdezni semmit, csak megköszönöm, hogy minden reggel hozzásegítettek az ébredéshez. Nagyon szeretem, hogy ennyire emberek vagytok, nagyon ritka. Köszönjük szépen Katának ezt az SMS-t. Illetve még mindig nagyon sok kérdés jön velünk kapcsolatban, meg a jövővel kapcsolatban. Ezt mi erre reagáltunk már egyelőre. Hát egyrészt nagyon hosszú idő van még addig, kettő. Azt hiszem, hogy jelen pillanatban ebben az országban azt is nehéz megmondani, hogy mi lesz holnap. Tehát igen. Mondjatok egy olyan dolgot, ami biztos, de tényleg, bármelyik, az élet bármely területén. Okay. Úgyhogy mi nyilván a legjobban bízunk, tesszük a dolgunkat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Még hosszú-hosszú idő az, ami a rendelkezésünkre áll, addig nagyon sok minden történt. Nyilván olvassuk, látjuk a híreket magunkkal kapcsolatban, bizakodóak vagyunk, és azt hiszük, hogy talán szükség van erre a rádió, erre a műsorra, meglátjuk hosszú időt. De köszönjük szépen. Egyelőre még tényleg azért nem tudunk mit mondani, ha majd ez aktuális lesz, és akkor úgy is fogunk erről nyilván beszélni. Most még egyelőre ennél többet nem tudunk. De ha tudtok esetleg valami biztosat, akkor 0-76-45-00-00, ha mit tudom én, együtt bulisztok egy fontos emberrel valamelyik múzeumban, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk az infót, a belső. Nyugodtan, igen. Úgyhogy erre majd még visszatérünk, de szerintem ehhez még korán van. Köszönjük szépen. Aztán jött még egy-két kérdés. Tanácsra lenne szükségem, az emberek folyton megérzik a gyengeségem, de ezen tudom megvédeni magam, hogyan lehet ezen változtatni, hogy erősebb legyek, puszi. Ezek egy picit általános. Vagy lelki gyengeség. Igen. Tehát, hogy ezek általános kérdések, ezekre így nehéz válaszolni. Igen. Aztán valaki csak annyit írt, Kata, ne nyalizd. Ő az előző SMS-ről Kata, aki megköszönte. Igen. 4 gyerekem van, 18 éves, 3 éves, egy és egy fél éves, egy másfél éves ikerpár. Gondolhatjátok, hogy mi van itthon. Hát ezt a 18 már nagy baj nincsen, de a 3 meg a másfél az kemény. Én el sem tudom képzelni. Te gondolkoztok harmadikban? Persze, igen. Márhogy te? Vagy én. Igen? Én. A béka tartja még magát, de majd megtörik. Ugye? Mi gondolkozunk nektek. Gondolkozok rá, de minden abban legyünk, hogy egy harmadik is. De miért akarsz nekem ilyet? Mert valójában szereted a gyerekeket, és egy picit szeretsz szenvedni is. Én szeretek szenvedni. Én egy alapvetően szenvedő típus vagyok. Igen, tehát amikor már kijöttetek a Beniféle nem alvásból, amikor már érted, megérett a gyerek arra, hogy szépen egyedül el legyen este otthon, akkor mit csináltok? Behúzzátok a másodikat. És megint mit csinálsz? Megint nem alszol. Na, ki szeret szenvedni? Te. Igen, de ez abszolút így van, persze.
De ez hosszú távú befektetés. Egyrészt jó öreg otthon vannak. Ugye? Nem erre gondolok. Mi úgy gondolkoztunk a Vikivel, hogy ha mondjuk van még 2 év, ami kemény, viszont utána a 2 tesó mondjuk 40 évre ott lesz egymásnak, akkor mi miért ne szívjunk még 2-t, mert szerintem az első 2 év szívás kőkemény. Jó, tudom, nálatok is korbászból van a kerítés. Nálatok aludt, 1 évesen szobatiszta volt, 1,5 évesen ledoktorált. Nem, az már 8 hónaposan. Tudom, igen. 3 évesen egyetemre ment, tudom. De hogy akkor úgy fogalmazok, hogy van, ahol szívás. Szívás. Kivéve Rákóczék. Nem csak mi, vannak még sokan itt, de van, ahol. Igen. De, hogy, de ha, ők is rokonok. Így van. Rákóczék nem, minden jó, minden szép. Nálunk nem ennyire minden nem, jó, minden szép. Nem, de. Mi sokat kellünk éjszaka, és van macera. Meg még egy csomó, igen. De hogy 2 év, amit ha te befektetsz, és amit te még vállalsz abból, hogy kicsit mellózol ezen, akkor kap a 2 testvér egy olyan hosszú távú befektetés, ami utána viszont megfizethetetlen. Na most ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy önző vagyok, legyen egy, mert én már nem akarok vállalni, viszont megfosztom őt attól, hogy legyen egy olyan élménye, mint mondjuk a testvér és a testvéri szeretet. Akkor azt mondtuk, hogy jó, na jöjjön még 2 kemény év. És akkor ennek tartunk most a felénél. És most elmegyek. De már jó vagy. Már csak kettő van. Érted? Hogy mi így gondolkodtunk, és semmi baj szerintem az egy gyerekes szülőkkel, sőt, ha valaki azt mondja, egy, és nekünk ez így kerek és jó, az abszolút nem gond, mert ezt mindenki belátása szerint kell, hogy csinálja. Tehát nem kevesebb vagy több az, akinek egy van, 2 vagy 3, nem így gondolom. Mi ezt ezért vállaltuk be. Ez a romantikus érzelmes megközelítés a dolognak. Igen, nem valójában volt gumi. Pedig, nem volt gumi. Valójában jön, pedig, na, gyere, nem volt gumi. Egy telefonbeszélgetés a jövőből, a következő. A Balázs megcsörög a telefon, és azt mondja, hogy Noel, léci, hogy anyád megszült, én benyomtalak az RTL-be, hívd fel a bátyádat. Igen, húz én múlva. Mit akarsz még? Mit akarsz belőle? Minket megkaptál? Mit akarsz? A házat? A kocsit? Egyébként ez a valódi, igen. Na jó. Szóval, hát csak ügyesen. Gyakorlod még a japán törölköző diétát, Feri kérdezi egy hallgató. Hát azt hiszem, a hanvába holt itt a stúdióban való fekvésnél. Tehát, hogy az ennyi, nem éreztem, hogy az jó lesz. Nem. Feri, te a csókra utazol, kérdezi király. Hát nem. Kintár kérdezi, aki. Nem egyébként, de nem? Mert hogy még nincs meg a harmadik gyerek, uh-huh. Ugye? Tehát, hogy az kevés ahhoz, hogy azt akart. Vannak már a csóknak olyan leágazás, hogy amik egy gyerek után is igénybe vehető. Marha jó. Na, jó, és akkor mit csináljak vele? Ezt kéne kifizetni Csányi úrnak. Igen, igen. Nem olyan szép a leányzó fekvés. Igen, tehát hogy én azt újra tudod fölvenni. Azt hiszem, én nem is nagyon néztem ennek utána, mert nem ez volt a motiváló erő. De most, hogy mondod, majd 10 után megnézem. Olvasd utána, igen. Srácok, arra lennék kíváncsi, hogy ti ma lennétek 25 évesek, kimennétek-e külföldre dolgozni? Igen. Illetve mit gondoltok azokról, akik kimenekülnek? Hát nem tudom, hogy ez jó szó egyébként, hogy kimenekülnek, fene se tudja, hogy menekülnek, vagy mennek. Szóval, hogy 20-25 évesek lennénk, kimennék-e külföldre? Szerintem igen. 100%. Igen. Biztos, hogy kimennék. Nekem ez kimaradt eddig az életemből. Kimaradt az életemből. Én biztos, hogy kimennék. Szerintem nincs baj. A szomorú azt olvasni, meg nekünk minden nap már olyan hallgatókkal beszélni, akik külföldre mennek, külföldön találják meg az élhetés, a megélhetést és a boldogulást. De ez, hogyha a fiatal ebben lát lehetőséget és karrier szempontjából, nyelvtanulás szempontjából, megélhetés szempontjából neki ott jobb, akkor miért nem menne el? Közben sajnos ez az országra nézve nyilván nem jó. De igen, hogy nem a mostani helyzetből indulunk ki egyébként akkor is. Nekem a szűk baráti körömből én vagyok az egyetlen, aki nem dolgoztam kint külföldön. Minden barátom külföldön dolgozott hosszú időn keresztül, tényleg évekig. És mindegyik profitált. Ne, hát az egyik már vissza is ment. És hosszú éveken keresztül kint voltak, dolgoztak, tényleg a magukorai voltak, és ha csak a nyelvtudást, ami nagyon magabiztossá teszi őket. Ha csak a szakmai tapasztalatokat, egy más mentalitást hoztak vissza, mindent tudtak profitálni kivétel nélkül. Igen, itt a tendencia az, ami azért szerintem nagyon szomorú, hogy ilyen számban, ennyien, közben ilyen munkaerőhiány van, hogy 5-6-700 000 fiatalról hallasz, akik már elmentek, és nem tudom, Ausztriában, Egyesült Királyságban, Londonban vannak, tehát azért a maga a mennyiség és a tendencia az viszont azért dervesztő, hogy hányan döntenek úgy, hogy elhagyják az országot, és elmennek valahova máshol, mert ott egész egyszerűen meg tudnak élni, nem halnak éhen és boldogulnak. Tehát maga a jelenség, az szomorú az, hogy egy fiatal közben kimegy nyelvet tanul, annak vannak pozitív hozadékai. Nagyon de mint jó. Jelenség, mint tendencia, az országot nézed, akkor azért ez egy szomorú állapot, hogy jelen pillanatban ennyien mennek el, mert itthon nem találják meg a lehetőséget. Úgyhogy nekünk Balázs ez a véleményünk erről. Köszönjük szépen a kérdéseket, folytatjuk, hát baromi sok jön ilyenkor mindig, jövő pénteken. Újra tudunk majd válaszolni egy-két kérdésre. Jó, most viszont játszunk. Itt van már is a hallgatónk. 3-as ugrást játszunk vele.
hasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Szervuszok, jó reggel! Szia! Jó reggel, ciao. Sziasztok, Jóci vagyok! Jóci, hello Jóci, honnan hívtál minket? Budapestről. Mit csinálsz éppen? ADR, veszélyes árut szálltok. Hoppá! Kórházakból, legfőképpen. Egészségügyi intézményekből, rendelőkből. Veszélyes hulladékot szállítasz el. Uh-huh. Így van. Mi számít egy rendelőből például veszélyes rendelő? Hát ugye a véres, a kivágott dolgok például. Az fecskendők, injekciós tűk, használt törlőkendők, minden ilyen. Feri púpja. Azt is te vetted. Ezzel a púppal is óvatosan, mert Igen. Hallottam, erről lett is volna egy kérdésem, csak hiába írtam be, nem ment el az üzenet. Rossz a vonal, szakadozó a halom. Sajnos nem kérdezhet senki. Nem akarunk újabb. Nem akarunk csak. Halló, Jóci, ha eltűnt. Sajnos. Játsszunk inkább! Mit akartál kérdezni, Jóci? Egy kérdés lett volna ezzel ugye, hogy kaptatok ugye hideget, meleget, nem voltál itthon ugye a héten, mert nyaraltál, de mondtad, hogy mégis olvastad a napi sajtóban, hogyha új csatorna gazdátok lesz, akkor esetleg dolgoznátok-e annak az úrnak, aki kiszemeltet? Egyelőre tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy ez még hosszú idő. Tehát ezzel még várni kell annak, hogy mi tudjuk folytatni, milyen körülmények között, kivel, milyen mozgástérrel, milyen szabadsággal, hogyan. Nagyon, nagyon sok kérdés van, szakmai kérdés is nyilván, morális kérdés is. Úgyhogy szerintem erre pár hónap múlva térjünk vissza, amikor már látni fogjuk mi is. Én azt gondolom, hogy akik erről döntenek, talán még ők sem tudják igazán, hogy milyen úton, módon akarják ezt a dolgot folytatni, úgyhogy mi meg aztán pláne nem tudjuk, nyilván reménykedünk, de... Ti hallgatók is reménykedhetek, nyilván köszönjük, aranyosak vagytok, szerintem ez nyár közepén, nyár végén fog ez majd valamerre már egy kicsit tisztulni, és akkor többet tudunk erről beszélni, addig úgyis csak találgatás lenne, annak meg nincs. Júli megjósolta, Júli az ingem, szerinte lett. Azt hallottam, azt hallottam. Igen. Hát. Igen. Mindenbe kapaszkodik ilyenkor az ember. Azért Júli ingájára ne adjunk túl sokat, gyerekek. Én azt mondom, bárholan is hoztam. Milyenek a kérdések, Jani? Laza, könnyed. Nézzük. Jó, így szól az első. Melyik ország nemzeti eposza a Kalevala? Laza, könnyed. Finnország. Így van. Menjünk tovább. Persze, mindenféleképpen. Itt szól a második kérdés. Milyen Reszkesetek Betörők című vígjáték főhősének a keresztneve? Kevin. Ez megy, ebben az országban mindenki tudja. Jöjjön a harmadik kérdés? Hát jöjjön, mert utána úgyis lehet bummolni is. Na, jó van, figyelj, Jóci. Melyik sportág 13-szoros magyar bajnok csapata az esztergomi vitézek? Esztergomi vitézek, húha. És melyik sportág ez? Kőkemény férfias sportág. Kőkemény férfias sportág. Velem csak rohangálnának a gónuk alatt. Ez valami röbbi... Kimondta, haj! Még időn belül voltam. Aha. Jaj, persze, még nem. Nem, azt akartam mondani, hogy köszi. Igen, az a szó, amit keresel, az a köszi. Igen. Jó, megvan az ajándékcsomag, küldjük, jó? Köszönöm szépen, srácok! Köszi, Jóci, ciao! Sziasztok, jó hétvégét! Neked is, hello! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 3-4-10 lesz, 6 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show! Morning Show! 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Itt vagyunk, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Fölhívtuk Lukács Csaba, a külpolitikai újságírót, hogy meséljen nekünk kicsit az elnök választásról, mert hát szájtátva figyeli az ember, ami most ugye az Egyesült Államokban zajlik. Egyrészről ott van Clinton, másrészről ugye Donald Trump, akit lehet egy kicsit talán azért kedvelni, mert más, mint az eddigi politikusok, viszont aki jobban belássa magát az ő mondataiba, kijelentéseibe, elszólásaiba, az tudhatja, hogy azért dermesztő lenne, ha ő lenne az amerikai Egyesült Államok elnöke. Igen, mert hogy nőgyűlölő, rasszista kijelentései vannak, és hát rettenetesen sokat úszít. Amit most valahogy hát egyszerűen zabálnak Amerikában, nyilván azért, mert a jelenlegi politikai klientúrából nekik is elegük van, viszont nem biztos, hogy Trump a jó megoldás, de az is lehet, hogy elnök lesz. Úgyhogy Csabával erről beszélgettünk, aki segít nekünk kibogozni egy kicsit, hogy lehet ott valaki elnök. Érdekes dolgokat mondott egyébként. Valamint hát balul elsült előadásokról beszélgettünk.
arról az ominózus hatjuk tava balett előadásról, amit ugye a kongresszusi központban rendeztek meg, és hát voltak szemtanúk, akik felhívtak bennünket, ott voltak, és elmondták, hogy ez egy inkább egy paródia volt, vagy egy kabaré. De annak se túl erős. Annak se túl erős. Együtt érzők voltunk, de ettől függetlenül már egy picit sajnáljuk, hogy nem voltunk részesei ennek a csodának. A kövér varázsló kifejezett érdekel ott. Hogy vajon mit csinál? Na, erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc van pontosan 10 óra, hát nagyon szerettem ezeket az SMS-eket, tehát a villamossal hozott filmtekerelmével. Ültél ott a moziban, Vöröscsérek moziban, most vártad, hogy folytatódjon a film. És még volt híradó, arra emlékeztek? Bizony. Igen, híradó volt a film előtt mindig. Hú, de vártad, hogy vége legyen, hogy végre kezdődjön a film, csak 15-20 perces kis... Igen. Híradónak. Tartunk államunk vezetői az idei bőséges kukorica termés. Igen, ez mert nagyon durva. Hányan épül, mennyi tejet termeltek. Igen, érdekes volt. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Jó, gyorsan. És aztán még Feri elmondja a receptet, aztán el is köszönünk. Kemény lehetett ez a balett előadás. Mondom, még be tudod pótolni. Holnap Pécs. Holnap Bécs. Pécs. Ja, holnap Pécs. Azért mondjuk, én gondolom, azt gondolom, hogy a szervezők okultak a tapasztalatokból, tehát hogy azért valószínűleg jobb lesz. Morning Show. Oh. Az bizony, jó reggel. Jó vagy. Felhúztok mindenkinek. Hello. Hogy hívnak? Hát, egy pillanat, tessékre rosszul hallok. Hogy csak annyi volt a kérdés, hogy hogy hívnak? János, János. Hello, János. Nem messze a gyáli úton, egy benzinkutom. Egy benzinkutom vagy éppen. Uh-huh. Igen, igen. Na, írtál nekünk SMS, te írtad a kőbányai mozis kis SMS-et. Igen, igen, ez még a megboldogult 80-as években volt. Igen, fejjel lefelé adták a filmet, nagyon szerettük ezt is, az egész film fejjel lefelé ment, vagy akkor az akkori mozigépész észrevette, hogy hibázott és megfordította? Hát hosszas vita volt, ez a kőbányai mozinak volt egy jellegzetessége, ott azért elég összetett volt a nézőközönség, és mentek ilyen fütyülés, meg hogy állíts már le, akkor visszakiabáltak, hogy te meg magadat, meg szétesett a faszék, tehát hogy a barátom az végig a széket rakosgatta maga mellett. Jó, a három férfi egy mózeskos szervusz. Szép lehetett. Jó idők voltak azok, igen. Jól van, mondtad, hogy Morning Show, úgyhogy küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz, és az SMS-t is. Köszi, ciao. Nagyon köszönöm. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Na, mi a recept, Feri? Péksütemény vonalra fogunk evezni, mert annál nincs jobb szombaton reggel úgy kelni, mint hogy te sütöd a croissant például. És a croissant az egy rettetesen bonyolult dolog, állítólagosan, hogyha jó akarod csinálni, de én találtam egy egyszerűsített receptet, és ezt a gyereklányomon próbáltam. Csak ki kell csomagolni. Igen, kicsit berakod, megsütöd, átmelegíted, és jó lesz, de nem tényleg tészta készítés van, croissant készítés, a bügyörgetéssel, a fölcsavarással egyetemben, és olyan a recept, hogy én direkt a panyesszal csináltattam meg. Tehát, hogy én kimértem, amit ki kellett, de a többit azt a gyerek csinálta meg. Le akartam tesztelni, hogy alkalmas-e már arra, hogy a nyarat egy pékségben töltse. És igen, ugye mi is szabadok leszünk, úgyhogy ennek a croissantnak a receptjét tettem föl most, értve Laci tette föl már a Facebookra fotóval együtt. Na, akkor a Velencei tó partján nyáron már a házi limonádé mellé már ott lesznek a panyesznek a croissantja is. Jó vagy, csak dolgozzanak a drágáim. Megnézzük, elolvassuk, megcsináljuk. Jó, hát most nyilván hazudtál, mert te életedben ja, mint a tízfolyás, persze. Tolom ezeket az automatizmusokat, tudod. Ne nyomsz egy gombot, megnézzük, elolvassuk, megfőzzük, mert csináljuk. Már alszik, már otthon mit is, van. Mit is? Na, Csabi jön a kívánság műsorral. Itt van Csabi? Itt van Csabi, hello, jó reggel, ciao. Itt vagyok, jó reggel, szevasztok. De én úgy itt vagyok, hogy a nyugati téren vagyok az óra alatt. Na, és itt randizol. Hát igen, itt adok randevút ma a klassz hallgatóknak. És képzeljétek el, hogy a croissantról nekem mindig a Kőhalmi Zoli jut eszembe. Tudjátok, a Sóder klubos, neki van egy croissant című ilyen bohózata, hívjuk így, ezt hallgassátok meg, mert óriási. Viszont van egy dal, amiről mindig a Balázs jut eszembe. Kicsit nem tudom, hogy féljek-e vagy örüljek. De még nem tudom, hogy mit akarsz mondani. Igen. Egyrészt nem, csak tudom, hogy szereted, és aztán volt nektek az a műsorotok onnan a dzsungelből, és az előadóját beküldtétek valami rettenetes ilyen dzsungelkeroki. Az dzsungelkeroki, és a Bieberről van szó, ahol Puskás Petit beküldtétek, hogy énekelje el a Sorry-t. És nem hagytátok abba, és ő énekelt. Mi ebből nem tudom, fél órát láttunk a tévében, de lehet, hogy egész napot állt. Épp ezért most a Sorry-t szeretném ajánlani, mert hogy eszembe jutottál róla. Ez egy jó kis dal. Még mindig a legjobb Bieber dal, szerintem. Azt még nem sikerült überelni. Na nekik, ez egy jó dal. Jól van, Csabi, jó munkát neked.
És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy természetesen itt lehet kérni dalokat, plusz játszani, nyerni, óránként 25 000 forint vásárlási utalvány, és még Ördög Nóri is meg fog minket, ha látod, hogy érdemes figyelni. De komolyan. De lesz rajta ruha? Nem, ez most már ezúttal nem csak hangban, hanem személyesen idejön. A betyárja. Mit csinálod? Nagyon különleges nap ez, ünnep. Jól van. Nem tudjuk meg soha. Csabikám, vigyázz magad, a jó munkát. Ciao. Ciao. Hello. Hát nem hallottam, megkérdeztem, mit csinálod, de nem tudjuk meg soha, nem baj. 2 perc, pontosan 10 óra, majd a hallgatók hallgatják, aztán megtudják. Jó, 555-55-00, illetve ilyenkor SMS-ben is tudtok Csabit oldalt kérni, úgyhogy kérjetek bátran. Hétvége van. Hogy elment ez a hét, nem? Hát, hihetetlen, hogy elment. Tegnap jöttem, és már is péntek van, elképesztő. Mindenki pihenjen, hétfő 6 órakor jövünk. Szevasztok! Ciao.